szeretnénk, hogyha ez egy, ez mint általában a magyar közvetítés csak egyetlen egy személyről szóljon, hanem inkább arról, hogy milyen Európát szeretnénk. A vita részvevőit, illetve nem én fogom, jó hír, hogy nem én fogom moderálni ezt a vitát, hanem Bíró Nagy András barátom, aki a Policy Solutions-nek a társigazgatója, és az Új Egyenlőségnél ő felelős a politikáért és az Európai Uniós kérdéseket. Ő lesz a moderátor ennek a beszélgetésnek. Én mindjárt is adom neki a mikrofont, csak ezt még szeretném bemutatni a résztvevőket. Cseh Katalint a Momentum képviseletében. Dobrev Klárát, a Demokratikus Koalíciót. Jávor Benedeket, aki a Párbeszéd MSZP közös listáról. Lukács László Györgyöt, aki a Jobbik képviseletében van itt. És Vágó Gábor, aki a Lehet más a politikát képviseli. Most nagyjából azt fog következni, hogy egy 90 percen keresztül azt láthatják, hogy András moderálásával a jelöltek fognak egymással beszélgetni, vitázni, és akkor utána pedig egy fél órában, nagyjából két körben majd lehetőséget teremtünk önöknek, és köszönjük szépen, hogy ilyen szép számban eljöttek ma, illetve a sajtónak is, hogy ilyen szép számban közvetíti ezt a vitát, tehát utána majd lehetőséget teremtünk önöknek, hogy szintén kérdezhessenek. Most viszont akkor kezdjünk bele, átadnám a szót Bíró Nagy Andrásnak. Jó estét kívánok, üdvözlök én is mindenkit, Bíró Nagy András vagyok, politológus, az Új Egyenlőség szerkesztőségének tagja. Amit tudok ígérni vendégeimnek és önöknek is, az, hogy az európai parlamenti választások témakörét, illetve mindent, ami ehhez kapcsolódik, nagyon sok oldalról többet fogunk járni. Lesz szó többek között arról, hogy milyen gyermekképviselő feladata, fogunk arról beszélni, hogy melyek az Európai Unió előtt álló legfontosabb kihívások, és hogy gyermekeink, bárcsai mit tennének ezen problémák megoldása érdekében, vagy fogunk olyan dolgokról is beszélni, hogy mi Magyarország helyzete most az Európai Unióban, illetve hogyan értékelnék vendégeink az elmúlt 15 évet, hiszen ne felejtsük el, május 1-én 15 éve lesz, hogy Magyarország az Európai Unió tagjává vált. A menetrend az nagyjából úgy néz ki, hogy 90 perc áll rendelkezésre. Ezt követően Fogácsa Zoltán fog még majd kérdésekre lehetőséget adni a közösség számára is. De ez a moderált beszélgetés, amit Zoli az előbb felmondta rá, ez 90 perc hosszú lesz, amire nagyjából az a tervem, hogy 6 témakört körbejárva egyenként 15 percben fogjuk ezeket feldolgozni, így áll össze a 90 perc. Mivel 5 vendégünk van, így nagyjából kiszámolhatják, hogy fejenként nagyjából kérdéseként 3 perc áll majd rendelkezésre. Szigorú stopperóra szerű időmérés most nem lesz, közbeszélgetések ennél mindig baráti hangulatúak, nem lesz ennyire szigorú rendőrszerű időmérés, de azt jelezni fogom, hogyha valaki nagyon túllépni ezt a keretet, de figyelni fogok arra, hogy negyed óránként valóban témát válaszolunk. ABC sorrendben fogunk kezdeni, ami azt jelenti, hogy Cseh Katalinnal fogjuk indítani a programot, és az utolsó körben is ugyanebben a sorrendben megyünk, ami azt jelenti, hogy viszont Vágó Gábor fogja zárni a beszélgetést. Viszont a kettő között nyilván biztosítani fogok lehetőséget arra mindenki számára, hogy legyen olyan kérdés, amelyet ő fog elsőként megválaszolni, ő fog elsőként kezdeni. Kezdjük azzal elsőként, kezdő kérdésként, hogy milyen képviselői szerepelfogással vágnának neki az Európai Parlamenti ciklusnak, hogyha minden úgy alakul, hogy tervezik, és nem sokára Európai Parlamenti képviselőt tesznek mindannyian. Hogyan látják egyáltalán, milyen gyermekképviselő feladata? 5 vendégünk között ugye 4-en még nem voltak eddig gyermekképviselők, úgyhogy logikusan az is adódik az a kérdés, hogy mit csinálnak másképp, mint az eddigi magyar gyermekképviselők az eddigi ciklusokban, és hát Jávor Berdekhez azzal a bővítménnyel érkezik ez a, ugyanez a kérdés, hogy ő mit csinálna másként a következő 5 évben, mint az megelőző 5 évben.
Szép estét kívánok! Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, aki a politikára szente a mai estét. Ez különösen fontos manapság, amikor egy óriási hitelességi válság közepét érjük éppen meg. Hitelességi válságban van az Európai Unió, hitelességi válságban van a politika maga, és ez a... Elnézést, ez remélem jobb lesz. Szóval ez a hitelességi válság tehet arról, hogy most az emberek több mint fele nem tervez szavazni az európai parlamenti választásokon. A fiatalok még nagyobb arányban terveznek távol maradni egy olyan választáson, ami a jövőjükről szól. Olvasom egy felmérést, ahol a politikusokat helyezték a leginkább túlértékelt szakmáknak a top listájára. Közvetlenül a profi labdarúgók és a pornószínészek között voltak a politikusok, ilyen szinten nincsen már tisztelete a politikusi szakmának. Szerintem az a következő kihívás, a legfontosabb kihívás, amely minden magát európainak, minden magát felelős politikusnak való személy előtt áll, hogy vissza kell állítani a politika becsületét. El kell érnünk, meg kell mutatnunk azt, hogy létezik olyan, hogy valódi közszolgálat, és nem szabad hagyni, hogy a kiábrándultságon, a nihilen és a passzivitáson a populisták élősködjenek, és egyszerű, uszító, primitív üzenetekkel hergelhessék az Európai Unió, illetve a demokratikus alapértékek ellen a kiábrándult embereket. És ehhez az kell, hogy radikálisan megváltoztassuk azt, ahogyan a politikáról gondolkodtunk, és ahogyan az Európai Parlament eddig kinéz. Egy sokkal sokszínűbb európai parlamentre van szükség. Szükség van nőkre, szükség van fiatalokra, szükség van kisebbségiekre is, hogy mindenki képviselve érezhesse magát. Hogy ne az legyen, hogy ránéz egy magyar fiatal az európai parlamentre, és azt lássa, hogy olyan emberek ülnek ott, akik nagyon távoliak tőlük. El kell hoznunk Európát Magyarországra, és el kell vinnünk Magyarországot Európába is. Ez egy nagy követi munka, ahogyan én tekintek erre. Egy európai parlamenti mandátummal olyan jogosultságok járnak, amelyeket szerintem Jávor Benedek majd fog erről bővebben beszélni, nagyon szépen ki lehet használni a közhasznára. Jelen kell lenni a közéletben, nem szabad ezt egy 5 éves brüsszeli nyaralásként felfogni, sajnos vannak olyan politikusok, akik melegedőként, pihenőként tekintenek az európai parlamentre, ez a legnagyobb bűn, amit szerintem egy képviselő elkövethet. Az országot kell járni folyamatosan, ki kell kérni a gyanús adatokat, élni kell a betekintési jogosultságokkal, igenis fel kell hívni a korrupció gyanús esetekre az OLAF figyelmét, és el kell érnünk azt, hogy a Magyarországon levő igazságtalanságok és visszaélésekkel szemben az Európai Unió eljárjon. Be kell csatornáznunk a magyar emberek hangját Brüsszelbe, hogy érezzék azt, hogy van lehetőség, van haszna annak, hogy részt vesznek a közéletben. És természetesen az is nagyon fontos, hogy az online médiában is jelen legyünk. Én hallottam olyan képviselőről, többről is, akik hát nincs Facebook oldaluk például. Így nem lehet most már politizálni. Ez egy folyamatos kapcsolódás, egy folyamatos kommunikáció szerintem a képviseleti munka, a képviselő és a választó között. Mivel nem tudják, hogy mit csinál egy képviselő, akkor nem is fognak bízni benne. Szerintem ezért kell generációváltás Európában, és ezért kell másunkat is meghallani, hogy hitelesen tudjuk képviselni Európa sokszínűségét. És csak így tudjuk megtörni azt, hogy Orbán Viktor az EU pénzéről hergel az EU ellen, mert a jelenlegi európai parlamenti képviselők többsége sajnos nem tudta megakadályozni ezt a buta, primitív, leegyszerűsítő uszítást, amelynek a vége az, hogy Magyarországot leszakítják Európa testéről. És nekünk ezt kell megakadályoznunk európai képviselőként. Igen. Akkor ott folytatva, ahol Katka abba hagyta. Az uszítás ellen az egyik legjobb fegyver az az, hogyha az ember megpróbál mindenkihez eljutni. Az egyik legfontosabb feladatomnak azt fogom tekinteni, hogy a magyar emberek megértsék, hogy az Európai Unió, az európai politika az nem egyszerűen külpolitika. Az nem olyan, mint Amerikához való viszonyunk, vagy Kazaksztánhoz való viszonyunk. Ez a mi ügyünk, a mi belpolitikai ügyünk. Éppen ezért én ezt már többször elmondtam, hogy én úgy képzelem, hogy indehezni fogok, mert egy európai parlamenti képviselőnek két munkahelye van. Az egyik Brüsszel, illetve Strasbourg, a másik pedig Magyarország. És legalább annyira fontos a magyar politikai közéletben való részvétel, legalább annyira fontos, hogy a magyar emberek ne csak a hazug propagandából tudjanak tájékozódni.
Hadd mondjak egy-két ötletet, gondolatot, tervet, amelyeknek persze egy része nem az én agyamból pattant ki, hanem vannak már európai parlamenti képviselők, akik ezt aktívan művelik, de biztos, hogy egy európai parlamenti képviselőnek is ugyanúgy minden hónapban egyszer legalább nyilvános fogadóórát kell tartania. Én nagyon szeretném, hogyha egyébként a Demokratikus Koalíció honlapján már most lévő, csak még nem aktívan használt platformon egy folyamatos konzultációt lehetne folytatni a legfontosabb kérdésekben, amiből dönteni fog. Bocsánat a konzultáció szóért, ezt Orbán egy kicsit elcsépelte, most hirtelen nem jut eszembe. Ennél jobb kifejezés. Nagyon szeretném, hogyha egy civil testületet tudnánk létrehozni a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselői mellett, akikkel egyébként minden fontos szakpolitikai kérdésben, legyen az környezetvédelem, gazdaságpolitika, szociális ügyek, emberi jogi ügyek, előre lehetne konzultálni és el lehetne dönteni, hogy egyébként mi az, ami a magyar emberek számára a legjobb döntés. Ugyanígy vonatkozik arra, hogy azt a rengeteg szavazást, ami az Európai Parlamentben van, Bence talán jobban tudja, de talán több mint 1000-szer kellett gombot nyomnotok, de minden egyes szavazást meg kell indokolni, hogy miért igen, miért nem, miért tartózkodás. És azt igenis el kell mondani, ki kell rakni a Facebookra, kell Facebook oldal, és el kell mondani, hogy miért úgy döntött az adott európai parlamenti képviselő. És még folytathatnám a sort, de valószínűleg érzik, hogy a legfontosabb feladat Európát közelebb hozni a magyarokhoz, mert akkor kevésbé lehet őket hergelni ezzel a politika ellen, a mi közös Európánk ellen. És ami számomra a legfontosabb, hogy a hitelességi kérdésre is válaszolva, hogy én egy elég határozott és számon kérhető programmal indulok Európába. Ugye egyrészt a Demokratikus Koalíció programjából, másrészt pedig, amit biztos önök is már többször hallottak, azzal az Európával, ami európai minimálbért, minimálnyugdíjat, családi pótlékot fizet, tehát egy erős szociális lába van az Európai Egyesült Államok programjával. Ami azt is jelenti, hogy ez számon kérhető. És szeretnék is fél évente beszámolni arról, hogy mi mindent tettem annak érdekében, hogy ez a program, ez vágyakból, tervekből valósággá váljon. És tudom, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Nem vagyok ennyire naív. Azt is el fogom mondani, hogyha valami nem sikerült. És miért nem sikerült. De ez a fajta számon kérés és hitelesség szerintem tényleg nagyon fontos. Különösen a magyar politikában. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Valóban egy kicsit más a helyzetem, mint a többieké, hiszen egy 5 éves ciklus után kell elszámolnom azzal, hogy mit is műveltem Brüsszelben, Strasbourgban az elmúlt 5 évben, és ezzel mennyire járultam hozzá ahhoz, hogy Magyarország egy élhetőbb, jobb, vagy legalábbis kevésbé rossz hely legyen. Én amikor 5 évvel ezelőtt a választó bizalmából megkaptam a mandátumot, akkor azt a célt tűztem ki célul, hogy egyrészt bebizonyítsam, hogy az Európai Parlamenti Képviselőség, ahogy ez itt már elhangzott, nem szükségképpen egy partulópálya, vagy egy 5 éves nyaralás egy politikai karrier végén, hanem igenis egy fontos politikai pozíció, fontos egyrészt Magyarország belpolitikai szempontjából, tehát hogy egy európai parlamenti képviselő lehet politikai tényező a magyar belpolitikában, jelen tud lenni a magyar választók szeme előtt, tud velük kapcsolatot tartani, és fel tud lépni olyan ügyekben, amelyek fontosak a magyar társadalom számára. Másrészt pedig lehet végezni egy jogalkotási munkát, erről itt nem nagyon esett szó, de az európai parlamenti képviselők elsődleges feladata az európai jogalkotásban való részvétel. És hogy abban sok igazság van, hogy az európai parlamenti képviselők egy része visszafogott intenzitással vesz részt a munkában, de a lehetőség megvan, és aki részt vesz, viszont alapvetően tudja befolyásolni azokat a jogszabályokat, amelyeket az Európai Parlament, mint társjogalkotó az Európai Tanáccsal közösen meghoz. Ezek a szabályok pedig Magyarországra nézve is kötelezőek lesznek a jövőben. Tehát a Magyarországra vonatkozó európai szabályok megalkotásával lehet részt. És én mind a kettőben szerettem volna bebizonyítani, hogy lehetséges magyar képviselőként befolyást gyakorolni Európában, és közben Magyarország számára megmutatni, hogy az európai intézmények, az európai jogalkotás, az európai parlament hol szól, és elhozni azokat a konfliktusokat, azokat az ügyeket, azokat a prioritásokat, amelyek körül Európában folynak a viták. Felmerült az a kérdés, illetve Irónai András feltette azt a kérdést, hogy vajon mit csinálnék másképp.
És én mindenképpen tartanám magam ehhez a misszióhoz, amit 5 évvel ezelőtt elkezdtem, de természetesen a környezet az változni fog. Részben Európa más jellegű feladatokkal, kihívásokkal fog szembenézni az elkövetkezendő évek. A szociális Európa, a szociális pillér megteremtése, az energiaunió továbbépítése, a külpolitikai együttműködésnek a szorosabbra fűzése, a biztonságpolitikai együttműködésnek a megerősítése, a klímaváltozás elleni hatékonyabb fellépés, a Párizsi Egyezmény tényleges végrehajtása az európai jogalkotás révén, az európai szabályok révén, és nyilván ezekre kell a következő években reagálni. Az elmúlt években, és legyen az utolsó gondolat, nem akarom túl sokáig húzni az időt, az elmúlt években nagyon sokszor azt éreztem, hogy a Magyarország európai megítélését illetően van egy olyan feladatom, hogy ráébresszem az európai döntéshozókat arra, ami ténylegesen Magyarországon fog. Hogy egyszerűen megmutassam nekik, hogy a média szabadság helyzete hogy néz ki Magyarországon, hogy a korrupció, az Európai Uniós források felhasználása hogy néz ki Magyarországon, és ez sokszor egy meglehetősen szélmalom harcnak tűnt, de úgy érzem, hogy 5 év után eljutottunk oda, hogy sokkal világosabban látszik már Európában is, hogy mi a Orbán rendszernek a tényleges természete. Ennél fogva a következő évben nem az lesz a feladat, hogy rávilágítani ezekre a fejleményekre, hanem az, hogy hatékony lépéseket, hatékony tetteket kiszorongatni az európai intézményekből ezeknek a jelenségeknek a visszaszorítása érdekében. Például hatékonyabb antikorrupciós intézményeket és intézkedéseket, például a médiaszabadság, a szabad sajtó biztosítását célzó Európai Uniós programokat, ilyenre is már szereztünk ilyen pilot projekt keretében pénzt, de ezt rendszer szinten folytatni kell. Tehát ilyen értelemben mindenképpen más típusú feladatok következnek az elmúlt 5 évben Európában és Magyarországon is. Erre én készen állok, és terveim vannak, hogy mik azok a pontos ügyek és azok a pontos témák, jogalkotási folyamatok, amelyekben ezt meg fogom tudni mutatni a következő 5 évben, amennyiben a választók természetesen ezt lehetővé teszik számomra. Tisztelettel köszöntök mindenkit, akkor visszaveszem ezt a telefont Benedektől. Egy kis magyarázattal tartozom talán önöknek, mert talán én vagyok itt a legkevésbé ismert név a résztvevők közül, ugyanis nem én vagyok a lista vezető, Lukács László vagyok, jobbikos képviselő, és annak idén én is ugyanezt a kérdést tettem fel saját magamnak, amikor országgyűlési képviselő lettem, hogy mi is az eszenciája és mi az a fontos tevékenység, amit egy képviselő tehet. És akkor ugyanabban fogalmaztam meg, mint amiben most is megtaláltam a képviselői, hát archétipusnak az egyik jelzőjét, az, hogy meghatározott témával foglalkozzanak az emberek és azok a képviselők. A mai világban a rohanó 24 órás hírciklusban, azzal a rengeteg dologgal, amiben mindig szabályozni szeretnénk, sokszor feleslegesen, de szabályozni kell, elcsúsznak a realitások, és a képviselők talán itt hibáznak a legtöbben. A Jobbik tanult az elmúlt 5 évnek az európai parlamenti politizálásából, és most ott tartunk, hogy talán az egyik legfontosabb egyes témáknak, főként a civilek által felhozott témáknak a megragadása, és azoknak a sikeres képviselete az Európai Parlamentben. Ugye nem lehet mindenki mindenható, talán a Nick Clegg, miniszterelnök helyettes, Lib Dem, korábban Európai Parlamenti képviselő mondta, hogy a jövő parlamentjének az lenne az ideális összetétele, hogyha van robotok, apácák, illetve egyéb szerzetesek élnének, mert őnekik van idejük szinte mindennel foglalkozni. Nos, nekünk nincs, éppen ezért egyes témákkal kell kiemelten foglalkozni. Hogy ajánlok mondjuk két ilyen témát, amivel, és ez talán a válasz arra, hogy miként csinálnánk másképp, és a Jobbik miként politizálna másképp az Európai Parlamentben. Két ilyen téma, az egyik ugye a bérunió kérdése. Én úgy gondolom, hogy talán már ebben a közegben sem ismeretlen a bérunionnak a kérdése, ami ugye a bérek felzárkóztatását jelent, és azt a lehetőséget, hogy mindenki a szülőföldjén boldogulhasson. Egy másik, az pedig kapcsolódik a médiához, és ez pedig szintén egy nagyon jó civil kezdeményezés, ez az európai közmédiának a kérdése, illetve annak a felállítása, létrehozása. Különösen úgy, hogy az Európai Unióra és a tagállamokra, pláne akkor, amikor kampányidőszakban vagyunk, azért nagy nyomás nehezedik külső befolyásolás, vagy akár belső torzított befolyásolások miatt. Ilyen egyes témáknak a megragadásával lehet talán sikeres egy-egy képviselő, és valahol a Jobbik azt tűzte zászlájára, hogy ilyen témákkal, főként a civilek meghallgatásával, azoknak egyrészt a jogalkotási folyamatban való becsatlakoztatásával, és aztán a ténylegesen a való világban a működőképességének a megadásával foglalkozzon.
amit mondtam, ez egy nagyon fogós kérdés, hogy milyen legyen az ember, hiszen valóban a külső közösség, az emberek azt várják, hogy egy európai parlamenti politikus is legyen egy debattőr. De ugye kevés az érdemi vita, kevés az olyan vita, amiben jól meg lehet szólalni. Azt várják, hogy legyen egy média celeb. De látjuk ugye, hogy van egy torz média kép Magyarországon, amivel szinte képtelenség média celebbé válni, képtelenség az ezzel vett pozitív üzenet továbbítása, egyszerűen nem jut lehetőség a képviselőknek. Azt pedig, hogy politikusok legyünk, az meg szintén vállalhatatlan, illetve lehetetlen. Így hát marad az, hogy egy-egy témát kell sikerre vinni. Ebben voltak egyébként jó próbálkozások az előző ciklusban, és talán képviselőtársamat ebben meg is kell dicsérni, hogy voltak olyan jellegű magyar próbálkozások, amik sikeresek voltak. Azzal, hogy egyébként témák mentén sikeres lehet egy magyar EP képviselő, azzal szerintem az összes magyar ember és a magyarok közössége lehet sikeres. Ez a felelősségünk, és ezt célozza a Jobbik. Köszönöm szépen. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szerepfelfogásról annyit, hogy nem adhatok más, mi lényegem. Tehát harcos, aktivista, tényfeltáró szakember. Ezt tudom ígérni a választóknak, és ezt tudom ígérni, hogy akkor, amikor Európa parlamenti képviselő leszek, akkor nem csupán hangoztatom azt, hogy a klímaváltozás ellen kell küzdeni, hanem konkrét lépéseket is fogunk tudni kezdeményezni az európai zöldekkel együtt, hiszen most az európai zöldek, mint a leginkább erősödő pártcsoport, képes lesz királycsinálóként az Európai Parlamentben meghatározó befolyásra szertenni. És igen, itthon is még át kell vinni ezt a témát, tehát én annak nagyon örülnék, hogyha meglátnak valahol egy poloskát, a klímaváltozás jusson az eszükbe, meglátnak egy spanyol csigát a kertbe, a klímaváltozás jusson az eszükbe, meglátják a 300 forintos krumpli állat, akkor a klímaváltozás jusson az eszükbe, mert ez a legfontosabb kihívás nemzetközi szinten. És igen, belpolitikai szerepet is kell vállalni, de nem a belpolitikai vitákat kell kivinni az Európai Parlamentbe. Sok esetben sajnálatos módon ez az elmúlt időszakban kontraproduktívvá vált. Meg kell határozni azt, hogy mi a közös magyar érdek, és azt végig kell vinni, és körülszakadtáig kell ezekért küzdeni, de nem feltétlen kell ugyanazokat a meccseket lejátszani kint, mint bent. Nem egy sajtótájékoztató terep az Európai Parlament, nem egy lakossági fórum, ahol el lehet mondani az Orbán ellenes cirádákat, mert Orbán Viktort Magyarországon kell legyőzni, viszont a klímaváltozás ellen csak az Európai Parlamentben lehet hatékonyan küzdeni, mert egy kerítés nem állítja meg a klímaváltozást. Azt gondolom, hogy mind szerepfelfogásomban, mind pedig a témaválasztásomban képes leszek arra, hogy úgy átalakítsuk nem csupán a magyar közéletet, hanem fölrúgjuk az európai státuszkót. Mert az európai státuszkó ma arról szól, hogy a szoci, a liberálisok és a néppártiak a nagyvállalati érdeket szolgálják ki, és közben olyan kérdések csak a mellékvágányon vannak, mint a klímaváltozás kérdése. Igenis, hogy ki kell mondani, hogy valójában azok a lobbisták, akik 20 ezeren vannak a 751 képviselőre, eléggé súlyosan olyan érdekeket képviselnek, és én ezt láttam a glifozátos harcban is, ahol Magyarország is a Monsanto nagyvállalat érdeke mentén szavazott az Európai Tanácsba. Hiába küzdtek az Európai Parlamenti képviselők, mint disznó égen, de nem tudták elérni azt, hogy ez a rákkeltő szer ki kell rüljön az Európai Unió piacáról. És igenis, van egy erős lobby, amely bizonyos pártcsaládokat, mint például az ALDE-t finanszíroz. Ezeket a konfliktusokat a nagyvállalatok lobbistáival föl kell vállalni, és vannak rá jó megoldások, és szerintem a legjobb megoldás az átláthatóság. Másik pedig, amit mit csinálnék másként, a kérdésre a válasz, hogy jelen lennénk. Tehát, hogy én már akkor rosszul érzem magam, a két hétig nem vagyok Kecskeméten, így, hogyha még folyamatosan Brüsszelbe kellene lennem, akkor az még inkább egy elefántcsontoronynak érezném, és a legfontosabb a választókkal való közvetlen kapcsolattartás, és én erre tenném a hangsúlyt az 5 éves munkám során. Kaphatunk egy első benyomást a képviselői szerepfelfogásokról, képviselői állszpolitikákról, második körben átmennénk egy kicsit a pártoknak a programjaira. Ez azért szerintem egy releváns és logikus kérdés, mert
ha egy külső szeméről figyeli ezt az EP kampányt, akkor azt hiszem, hogy elég sok hasonló hangot hallhat a különböző képviselőktől, illetve jelöltektől. Elég nagy az egyetértés a kormány politikájának az elutasításában, a rezsim politikájának a teljes ellenzésében, a demokrácia állapotára nagyon hasonlót gondolnak ugye a képviselő jelöltek. És hát az Európai Uniót mindenki pozitív referenciapontként kezeli. A következő kérdéskörben az lenne a feladat minden vendégünknek. Próbálj meg azt megmondani, hogy mi különbözteti meg a saját programját a leginkább, legmarkánsabban a többi párt programjától. Próbálja meg azt elmondani nekünk, hogy az ellenzéki szavazók, vagy általában a kormányon elégedett szavazók miért pont az ő pártjukra voksoljanak majd. Dobrev Klára kezdje másodikot. Akkor mégiscsak azzal kezdeném, hogy mi az, ami közös bennünk, mert egyik oldalról nagyon örülök, hogy akik most itt ülünk, azoknak a programjában ezek közös elemek. Úgy látom, hogy mindannyian egy sokkal erősebb Európát szeretném, nagyon sok területen. Egy olyan erős Európát, ami megvédi az állampolgári jogait, adott esetben még a kormánnyal szemben is. Egy olyan erős Európát, ami erős kül- és biztonságpolitikát folytat, ami meg tudja védeni a külső határait. Egy erős Európát, ami a nemzetközi porondon ott van, ami képes Kínával vagy az Egyesült Államokkal karöltve, legalábbis néha remélem, néha szemben, de a nagy globális kihívásokra megfelelni. Egyetértünk abban, hogy sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a környezetvédelemre és a klímaváltozásra. Egyetértünk abban, és ennek is nagyon örülök, hogy egy erős szociális Európára van szükség, és ebben igenis újabb jogosítványokat kell, hogy kapjon az Európai Unió. Ami megkülönbözteti, és akkor itt most rátérek a Demokratikus Koalíció programjára, az az, hogy egyedül mi vagyunk azok, akik azt mondjuk, hogy emberek, igen, erre mind szükség van, egyre erősebb és egyre több minden területen szabályozóként, vagy adott esetben egy garanciaként működő Európai Unióra van szükség, ami adott esetben garantálja azt is, hogy ne lehessen jogokat elvonni, mondjuk önkormányzatoktól, régióktól, vagy nemzetállamoktól, csak hogy a szubszidiaritás elvének fontosságát kiemeljem. De ha ez így van, akkor hogy ezek ne csak ígéretek maradjanak, ahhoz két feltételnek teljesülnie kell. A politikai feltétel az az Európai Egyesült Államok. Egy a mainál sokkal hatékonyabb döntéshozatallal, egy sokkal közvetlenebb népképviselettel, egy erős parlamenttel és egy erős parlamenti felhatalmazással. És az, hogy mindez nem ígéret maradjon, kell egy gazdasági feltételnek is teljesülnie. Ez pedig az, hogy az Európai Uniónak legyen közvetlen bevétele, saját bevétele. Erre mondjuk mi a Demokratikus Koalícióban, hogy be kell vezetni az európai szintű multiadót. Ma nagyjából évi 100-150 milliárd euróra teszik, ugye ez becslés, mert adóelkerülésről van szó, tehát mérni nem lehet, azt az összeget, ami nem folyik be a nemzeti kasszákba, tehát nem lehet arra költeni, amire való, hanem adóparadicsomokban eltűnik. Azonban, ha 500 millió ember képviselve ülnénk le a multinacionális cégekkel tárgyalni, akkor ezeket az adókat bizony be lehetne szedni. Ezért azt gondolom, a Demokratikus Koalíció programját ez a két elem különbözteti meg. Az Európai Egyesült Államok és a közvetlen európai bevétel, hogy teljesüljenek mindazok a tervek, amiket mindannyian képviselünk. Az MSZP és a Párbeszéd közös programja és sok tekintetben valóban harmóniában vagy összhangban van az eddig elhangzottakkal, más pártok célkitűzéseivel. Szerintünk egy szociális és zöld Európára van szükség, és valóban a gazdasági együttműködés a közös piac mellett meg kell teremteni az Európai Unió szociális pillérét, és meg kell erősíteni a szociális jogokat. Benne csökkenteni kell a bérszakadékot, erre vonatkozóan van konkrét számszerű javaslatunk is, egy európai minimálbér bevezetésére, minimálnyugdíj bevezetésére, de szükség van a munkavállalói érdekképviseleteknek egy minimumára, közös európai minimumára, nem csak pénzről, hanem jogérvényesítésről, jogvédelemről is kell beszélni, és kiterjedten kell a szociális jogokat értelmezni és érvényesíteni az Európai Unióban.
És szükség van természetesen arra, hogy a klímaváltozással és a fenntarthatósággal kapcsolatos problémákat minél hatékonyabban és hangsúlyosabban meg tudjuk jeleníteni. Ezen dolgoztam az elmúlt 5 évben, az egész európai energia szabályozásnak az újraalkotásában meghatározó szerepem volt. Itt is egyébként épp azt képviseltem, hogy a zöld és a szociális szempontok kéz a kézben menjenek előre, de energiahatékonyság irányelvnél kifejezetten az én nyomásomra került bele az energiaszegénység, mint prioritás az energiahatékonysági irányelvben. És természetesen a mi programunk, illetve amit mi tudunk kínálni a választóknak, ez ezentúl az is, és ez nyilván részben egy helyzeti előny, hogy mi nem csak ígéreteket teszünk Újhely Istvánnal, az eddigiekben is ezeken a célokon dolgoztunk az Európai Parlamentben, és letettünk sok mindent az asztalra bizonyítandó, hogy nem csak a levegőbe beszélünk, hanem ténylegesen ezeket a dolgokat hagyjuk végre. A nagyvállalati lobby érdekek ellen kell fellépni, Monsanto, glifozát. Pert nyertem a glifozát ügyben a Monsantóval szemben, hogy hozzák nyilvánosságra a titkos egészségkárosító hatásokra vonatkozó tanulmányokat. Átláthatóság. Kikényszerítettem az Európai Bizottságot, fogadjanak el egy közérdekű bejelentőkre vonatkozó direktívát, amit 4 éve senki nem hívta, hogy meg lehet csinálni, a közelmúltban pedig elfogadtuk az Európai Parlamentben a második olvasatát ennek a direktívának, gyakorlatilag a hatályba lépés van csak hátra. Média szabadsága, a független sajtóvédelme. Már említettem, elindítottam egy programot a független tényfeltáró újságírás pénzügyi támogatására uniós forrásokból, és most úgy néz ki, hogy ezt folytatni is tudjuk, a következő években is rendelkezésre fog állni, sőt a 2020 utáni 7 éves pénzügyi ciklusban is lesz ilyen program. Hosszan lehetne sorolni, és meg is találják, van Facebookon, és a Facebookon meg is lehet találni azt a kiadványt, amelyik az 5 éves tevékenységemet foglalja össze, ahol sorolom, hogy mi mindent értünk el, és mi tulajdonképpen ezt is kínáljuk a választóknak. Tehát amellett, hogy a programunk a szociális és fenntartható Európa programja, mert hiszünk abban, hogy egy méltányosabb, igazságosabb Európára van szükség, és talán ez egy különbség, hogy nem gondoljuk, hogy önmagában az, hogy valami több Európa az automatikusan jobb lenne, mert más Európára is szükség van. Ez az Európa például a 2007-2008-as gazdasági válság kezelésében kudarcot vallott. A gazdasági kormányzás nem tudta hatékonyan orvosolni az ebből fakadó gondokat, a társadalmi kettészakadást, az unió északi és déli, kelet és nyugati tagállamai közötti különbségeknek a kijeleződését, mert egyszerűen rossz receptet kezdtek alkalmazni. Tehát nem elég egy erősebb Európát akarni, nem elég egy erősebb Európát létrehozni, szükség van számos területen erősebb európai együttműködésre, de másféle Európára is szükség van, egy szociális, egy fenntartható Európára, és ehhez alapvetően változtatni kell a célkitűzéseken, a policy választásokon, mert Európa az elmúlt években számos területen kudarcot vallott, és ezt orvosolni kell. És mi ennek tudatában vagyunk, és ezt kínáljuk a magyar választóknak is, hogy elkötelezetten egy erősebb Európa iránt, de egyben tudva azt is, hogy Európának miben kell változni, a következő 5 évben készen állunk arra, hogy ezt a változást két frakcióban, az Európai Szocialisták és Demokraták és az Európai Zöldek frakciójában együttműködve megvalósítsuk az EU-ben. A Jobbik egy alapvetően Európával szemben kritikus, de mégis Európa párti programot tett le az asztalra. Azt hiszem ez nem meglepő, elég sokan kritizálják manapság az Európai Uniót, annak a vehemenciája és a szándékaival kapcsolatban azért már vannak eltérések. És azt biztosan állíthatom, hogy amit el fog mondani két fontos pontot a mi programunkból, az mind a kettő olyan, amely egy egységes, egy szolidáris és egy biztonságos Európát garantál, és mi ezt kínáljuk a szavazópolgároknak, hogy erre voksoljanak. Az egyik ugye az igazságosság, és itt ilyen anyagi igazságosságnak is nevezhetjük, az előbbiekben már utaltam rá, az egyik nagyon feszítő problémára próbál reflektálni. Én szerintem az Európai Unió nem csak attól szakad szét, vagy nem csak attól szakadhat szét, hogy most a Nemzetek Európájának kisarkított verziója, vagy a föderális elképzelés egymással vitázik és ketté szakítja, hanem van egy óriási bérbeli, megélhetési és életszínvonalbeli különbség. Ami szerintem mindenképpen javítani kell, okuljunk a történelem 1000 példájából, és bár Európa messze van Dél-Amerikától vagy más országoktól, de ahol
egy kontinensen vagy egy földrajzi régión belül is nagy különbségek vannak megélhetésben, bérben, jólétben, az általában valami nagyon rosszat jelez elő. Éppen ezért megindítottuk azt a kezdeményezést, és örömmel hallom, hogy sokan egyébként utalnak rá saját programjukban is más ellenzéki pártok, ami a Bérunió volt, ami ugye a béreknek a lehető legközelebb hozása, egységesítése az Európai Unióban, pontosan azért, hogy ne érvényesüljön egy elszívó hatás, pontosan azért, hogy ne érvényesüljön az a hatás, amit Magyarországon könnyörtelenül a multik, illetve a kormány összefoglalni kihasznál. Másrészt ne érvényesüljön az a hatás, hogy hát százezrek adják el Magyarországot a jobb élet reményében. Ez tehát az egyik, tehát a Bérunióknak a keresztülvitele és ennek az üzenete, amit a falra jutunk, és amit mindenek előtt szeretnénk figyelemben tartani, és az érdeklődésünknek a középpontja. A másik pedig szintén egy olyan, ami Európa szétszakítására készül. Lehet, hogy a téma nem a legnépszerűbb itt, de szerintem ne dugjuk a homokba a fejünket. Magyarországon még az emberek nagy része most is a migrációval és Európa biztonságával kapcsolatosan tesz fel kérdéseket. És ez nem csak azokról az emberekről szól, akik a kormány média által propaganda módszerrel látványosan megvezettettek, tehát nem csak azok, akik fogékonyak voltak az erre a fajta, mondjuk úgy befolyásolásra, hanem minden józan ember felteszi azt a kérdést, hogy milyen lehet Európa jövője, ha készülő migrációs válságban hova teszi a hangsúlyt. És a Jobbik ebben határozottan rendpárti. Ugye mi vagyunk azok, akik azt üzenik a választópolgároknak, hogy Európát meg kell védeni, de úgy kell megvédeni, hogy Magyarországnak azért legyen beleszólása, és ezért szeretnénk, hogy magyar határőrség és a magyar határőrök védjék a határokat ott, ahol pedig az európai határokat ugye nem tudjuk védeni megfelelően, vagy azok az államok, akik nem tudják, vagy nem akarják, hogy bizony a Frontexnek legyen lehetősége. Ugye ez nem egy átruházott jogkör, ez egy segítség, ez egy Európai Uniós közös fellépési lehetőség. Nem szabad szerintem szőnyeg alá söpörni kézlendítéssel, pontosan azért, mert nekünk magyaroknak keserű tapasztalatunk van a migrációról, illetve a bevándorlással kapcsolatosan. Erre is választ kell tudni adni, tekintettel arra, hogy Magyarországon az emberek érdeklődésének a középpontjában, ha nem is ez a téma áll, de azért még nagyon magasan jegyzett. Éppen ezért a Jobbik egy szolidáris, ugye ez a Bérunió, de egy biztonságos és egy stabil Európát szeretné, és ezért szeretne dolgozni. Ezt tűzte a programjában talán a két legfontosabb célként ki. Természetesen az állami álhírgyár elleni küzdelemmel, a korrupció ellenes ügyészség támogatásával. De ezek azok a témák, amelyek szerintem összekötnek minket. Talán a Bérunió és a biztonság kérdés az, amelyben a Jobbik egy kicsit kiáll. Nem azt mondom, kimagaslik, hanem a többiektől egy kicsit eltérő álláspontot képvisel. Köszönöm szépen. A Lehet más a politika a magyar politika történet legzöldebb programjával állt elő az európai parlamenti választásra. És ez nem csak arról szól, hogy ott van benne a klímaváltozás, mert hogy szerintünk ez nem egy kérdés a sok közül, hanem a kérdés. Tudományos konszenzus van róla, hogy van 11 évünk cselekedni. Totoljázhatunk itt, beszélhetünk mindenféle dolgokról, de hogyha ezt az alapvető kérdést nem válaszoljuk majd a következő 5 évben, akkor minden egyes elosztási kérdés már másodlagosan válik, mert egyszerűen nem lesz mit elosztani. És pontosan ezért, mert ilyen súlyos és ilyen nagy a kihívás, ezért a kereteken kívül kellene gondolkodni. És azt gondoljuk, és ezt le is írtuk, ezzel még nem állt elő Magyarországon senki, hogy körkörös gazdaságra van szükség. Azzal se állt még elő senki, hogy félre kéne dobni a GDP-t is. Nem feltétlenül a gazdaság az elsődleges. A Guardianben volt egy felmérés a 2 héttel ezelőtt, egész Európában megkérdezték azt, hogy mi a fontosabb, a gazdasági növekedés, vagy a környezetnek a védelme. És a magyarok 61%-a a környezetvédelmet mondta. És azt gondoljuk, hogy ennek 61%-nak kell dolgozni. Mert ez a 61% mondja azt, hogy nem a nagyvállalati lobbikat kellene engedni, hogy majd újabb és újabb olyan gyárakat telepítünk Magyarországra, amelyekben 5 év múlva robotok fognak működni. Hanem olyan gazdaságfejlesztésre van szükség, amely képes mondjuk a közelgő gazdasági válságot is túlélni, olyan munkahelyeket teremt. És a legfontosabb, beszélhetünk az energiaforradalomról, beszélhetünk elektromos autóforradalomról, számos olyan radikális átalakulás van a 21. században, amire most kell megadni a választ. És ezeknek a válaszoknak radikálisnak kell lennie. És
én nem nagyon szeretek ígérgetni olyan helyzetben, amikor valójában ki kell mondani a tényszerű, a kegyetlen és keserű igazságot, hogy az egész Európai Unió jóléti részét nem lehet osztozkodásra alapítani. Óriási különbségek vannak, ezeket a különbségeket csökkenteni kell, de ezeket a különbségeket úgy tudjuk leginkább csökkenteni, hogy a nagyvállalatokat megadóztatjuk. Én örülök, hogy a DK is most már a multinacionális vállalatokat adóztatja, ezt mondjuk 2010 előtti kormányzáson nem nagyon láttuk tőlük, de tök jó, hogy erre felé halad. De akkor, hogyha már beszélünk európai adónemekről, beszélünk a szénadóról, beszéljük arról, hogy a klímabűnöző, a legnagyobb szennyező vállalatokat hogyan adóztassuk szénné, hogy ne tudják ezeket a klímabűnözésüket folytatni. Tehát eléggé súlyos kihívás előtt állunk, és beszélhetünk részletkérdésekről, de amikor az alapvető fenyegetés van, akkor szerintem mindenkinek össze kell zárni, és ez a fenyegetés, ez egy természeti fenyegetés. Ezt csak akkor tudjuk megoldani, hogyha a következő 5 évben Európa példát mutat, és ez a példa ragadós lesz, és a világ többi vezető hatalma is átveszi. És nekünk most az Európai Parlamentben ez a legfőbb feladatunk, és az LMP ezért állt elő ilyen radikális zöld programmal. A Momentum programja igazából arra a legnagyobb problémára szeretne európai szinten megoldást találni, ami szerintünk a magyarokat nap mint nap érinti, és ez pedig az, hogy mi nem élünk úgy, mint az európaiak. Az, hogy Nógrád megyében 10 évvel korábban halnak meg az emberek, mint az európai átlag, akkor nem mondhatjuk azt, hogy úgy élünk, mint az európaiak. Én orvosként dolgoztam, amikor nyáron nincsen klíma a 40 fokos műtőben és nincsen cérna, akkor nem élünk úgy, mint az európaiak. Amikor Észtországban, direkt nem Svédországot mondtam, Észtországban robotokat programoznak, és nálunk meg az a probléma, hogy nem tanítják meg angolul a gyerekeket, akkor nem élünk úgy, mint az európaiak. És amikor külföldre kell költözni azért a fiataloknak, hogy be tudják fizetni a számlájukat, és hogy ki tudjanak venni egy albérletet tisztességes munka mellett, hogyha ezt Magyarországon nem lehet megteremteni, akkor mi nem élünk úgy, mint az európaiak. És ennél nagyobb probléma az, hogy élhetnénk. 2004 óta naponta 2 milliárd forintot kaptunk az Európai Uniótól. Ezt a pénzt arra kaptuk, hogy az országunknak felzárkóztassuk. Arra kaptuk, hogy mindenki egy kicsit jobban részesedjen azokból az előnyökből, amit Európa kínált neki. De ezt a pénzt ellopták, és eltikozották, és Európa pedig ezt szó nélkül nézte. A Momentum arra szeretne megoldást kínálni, hogy hogyan tudunk fellépni európai szinten a korrupció ellen. Szeretnénk azért küzdeni, hogy a transzparencia, az európai ügyészség vizsgálatai, igenis ki tudják mutatni azt, hogy ki az, aki pénzt lopott, és aki pénzt lopott, az büntessék meg. El kell érnünk azt, hogy az új költségvetési ciklusban az Európai Uniós pénzeket ne lehessen korlátlanul osztogatni. Mi azt szeretnénk, hogy ezek a pénzek azokra a területekre menjenek, ami igazán fontos. Kórházakra, iskolákra, munkahelyekre. És azt fontosnak tartjuk, hogy ezt a pénzt ne az Orbán kormányozza a haveroknak, az oligarcháknak, azoknak, akik jachtot vesznek belőle, vagy azok, akik régei palánkon kutyafitnesszt építenek 110 millió forintból. Kutyafitnesszt. Tehát ne ez legyen az európai pénzek elosztásának a menete, hanem oszta ezt a pénzt közvetlenül a bizottság. Adja azoknak a cégeknek, akik a legjobb pályázatok írták, akik a legtehetségesebbek, hogy Magyarországról is lehessen boldogulni úgy, hogy valakinek nincsenek kapcsolatai. Mert most jelenleg az van, hogy akinek nincs haverja a kormányban, az a hónap végén 3000 forinttal marad jó esetben. Hogy a családok évében, hát kicsit vittes az, hogy mondjuk egy bölcsődét, vagy egy iskolás gyereknek az iskolatáskáját nem tudják becsületesen dolgozó emberek megtölteni. Ezt kell megváltoztatnunk. És persze beszélhetünk mi itt ilyen szép nagy európai célokról, nekünk is vannak. De szerintem az fontos tudatosítani magunkban, hogy amíg az Európai Unión belül egyenlőtlenségek nem rendeződnek, azok, amikre a szolidaritási pénzeket adták, addig a populisták korlátlanul tudják hergelni az EU ellen azokat a lakókat azokban az országokban, akik azt látják, hogy ők nem európai szinten élnek, és hogy Európa nem tud beavatkozni akkor, amikor a pénzt lopják.
Ha ezt a szociális szakadékot nem sikerül betemetnünk a következő években, akkor nem lehet, nem jöhet létre az európai egység, ami ahhoz kéne, hogy közösen fellépjünk a klímaváltozással szemben, ami valóban egy közös európai feladat, hogy közösen fellépjünk az európai határok védelméért, ami szintén egy európai feladat, hogy közösen fel tudjunk lépni azért, hogy valóban az Európai Unió gazdasági szinten utol tudja érni azokat a feltörekvő államokat, akik már lassan lehagyják őket. Ez is egy európai feladat, de amíg az európai egység a szociális szétszakítás miatt, a Európai Unió tehetetlensége miatt jelen van, addig ez probléma. És ugye Orbán Viktor azzal kampányol, hogy bevándorlási válság van Magyarországon, szerintem kivándorlási válság van Magyarországon. És ezt a kivándorlási válságot úgy lehet megfordítani, hogyha létrehozzuk Magyarországon is azt, amiért az emberek külföldre mennek. Jó minőségi oktatást, becsületes munkahelyeket, és egy magas színvonalú egészségügyet, ahol az emberek nem meghalni mennek a kórházba, hanem gyógyulni. És ehhez fel kell ráznunk az európai státuszkót, át kell alakítani valóban azt, ahogyan szerintem a jelenleg a költségvetésről gondolkodunk, de ezek olyan témák, amiket az Európai Unió nem tud kikerülni, hiszen az Európai Unió pénzét lopják. És ha ez őket nem kezdi el lassan zavarni, akkor sajnos az lesz a vége, hogy a különböző nettó befizető országokban az adófizetők fognak azokra az EU-szkeptikus pártokra szavazni, akik jobban mondják azt, hogy minek adunk pénzt felcsúti kisvasútra. Az Európai Unió egységének az a kulcsa, hogyha ezt a korrupciót fel tudja számolni. Én ebben mélyen hiszek. És ez tudná Magyarországot egy fenntartható fejlődési pályára állítani. Az első két körben elég sokszor elhangzott a válság és a különféle kihívásokra való hivatkozás. A harmadik körben az lenne a kérdésem mindenkihez, hogyha a sok válság és a sok kihívás közül választani kellene egyet, hogy melyik az Európai Unió előtt álló legfontosabb kihívás, legfontosabb probléma, amit mindenképpen meg kell oldani, akkor az összes közül melyiket választanák, melyiket sorolnák az első helyet. Kormányválaszát ismerjük, mindent a migráció szemüvegén keresztül nézik, de hogy fontos lenne tudni, hogy melyik párt melyik válságot teszi az érnek. És ha már itt tartunk a problémák azonosításánál, akkor az is a kérdés része lenne, hogy mit tennének annak érdekében, hogy ezt a első helyre helyezett válságot megoldják. Jábor Benedek kezdjük. Köszönöm szépen, hogyha lehet, akkor először egy pillanatra reagálnék a korábban elhangzottakra. Egyrészt Gábor említetted, hogy, és persze mindenki azt ír a programjában, meg ígér, amit gondol, hogy olyasmit javasolt az LMP, amiről egyáltalán nincs szó Magyarországon, a körforgásos gazdaságot. Azért azt én szeretném leszögezni, hogy a körforgásos gazdaságról egy 12 irányelvből álló csomagot fogadtunk el az elmúlt 5 évben az Európai Parlamentben, amin én intenzíven dolgoztam. Tehát a körforgásos gazdaság egyetértek egy rendkívül fontos dolog, és ebbe az irányba kell mozdítani a magyar és az európai gazdaságot is, de ez a jogalkotás folyik. Ez az Európai Parlamentben, az Európai Tanácsban, az Európai Intézményekben zajlik, és ez az egyik nagy eredménye az elmúlt. Hát olyasmit nem írtunk bele a programba, amit megcsináltunk az elmúlt 5 évben, ezt én. És egy dolog, hogy nagyon örültem, amikor Cseh Katalin felemlítette, hogy közvetlen bizottsági pénzosztásra van szükség, ez ugyanis az egyik javaslat, amit én beterjesztettem az Európai Parlamentben, annak a jogállamisági csomagnak a részeként, ami a 2020 utáni költségvetésben a feltételeket támaszt azzal kapcsolatban, hogy milyen esetekben lehet megvonni, felfüggeszteni az európai pénzek kifizetését egy adott tagállamtól, és éppen azt javasolta, hogy mielőtt megvonnának egy országtól európai pénzeket, azelőtt legyen egy köztes lépcsőfok, amikor a pénz eljut a közvetlen kedvezményezettekhez, az állampolgárokhoz, az önkormányzatokhoz, de a korrupt kormányzati szereplőket kiveszik ebből a láncból, és közvetlenül a bizottság megbízásából osztják el a pénzt. Ez sajnos nem kapott többséget egyébként az Európai Parlamentben, többek között a ALDE frakció nem szavazott a javaslatomra, amit máig fájlalok, de lehetőség van rá, hogy javítsunk, és ezt a dolgot azért a következő
ciklusban megpróbáljuk újra napirendre ülni. A válságok és kihívások között, ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi lenne a válság, de szerintem, és nyilván tudok én mondani egyet, de szerintem ez egy kicsit mesterségesen szűkíti le a dolgot, mert hogy szerintem a válság, amivel az Európai Unió szembenéz, az egy komplex válság, és nem lehet az egyiket elválasztani a másiktól, nem lehet a klímaválságot a szociális válságtól, vagy akár a politikai válságtól, a populizmus előretörésétől elválasztani. Ezek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, ez olyan, mint egy gombolyabb fonal, hogyha bárhol meghúzzuk, akkor az egész elindul. Mégis, és akkor nem fogom tartani magam nagyon szigorúan, mert kettőt fogok mondani. Mégis azt gondolom, hogy a két legfontosabb dolog, amire az Európai Uniónak választ kell találni az elkövetkezendő években, az a klímaválság és ezzel összefüggésben a társadalmi szétszakadás, ami részben az egyes tagállamokon belüli társadalmak kettészakadása, részben pedig a tagállamok közti különbségeknek a növekedése, vagy legalábbis nem csökkenése, ami húz magával egy csomó olyan válságot, amit a kollégák egyébként itt nagyon szépen el is mondtak a korábbiakban. Tehát én ezt a két válságot tartom a legsúlyosabbnak, a legsürgetőbbnek, ezekre kell megoldásokat találni, és amennyiben hatékonyan sikerül egyáltalán az Európai Unió jövőjének a minimum feltételét, hogy legyen egy stabil klíma a Földön, ezt biztosítani, akkor lehet arról beszélni, hogy ebben a többé-kevésbé stabil klímahelyzetben hogyan próbáljuk igazságosan és méltányosan elosztani azokat a forrásokat, amelyek fölött Európa diszponál. És adott esetben ebből az is származik, hogy hogyan lehet egyébként az európai gazdaságot hatékonyabbá és versenyképesebbé tenni, hogy ezek a javak mennyisége adott esetben nőhessen a ökológiai korlátoknak a figyelembe vételével, tehát anélkül, hogy a környezeti ökológiai lábnyomát növelni az európai gazdaságnak, tehát végre kell hajtani a gazdasági fejlődés és a erőforrás használat közti szoros kapcsolatnak a szétválasztását, az úgynevezett decouplingot. Tehát én ezt a két válságot tartom kulcskérdésnek. Ez azért nehéz Európa számára, mert a szociális válság egy olyan terület, ahol Európának egyébként nincsenek hatáskörei jelen pillanatban. És egyébként az Európával kapcsolatos hitelességi válság és euroszkepticizmus részben éppen abból fakad egyébként, Lárával erről már beszélgettünk is, legutóbb volt egy nyilvános vitánk, úgyhogy már van néhány dolog, amivel mi már megbíztunk egymással. Tehát, hogy az Európai Unióval kapcsolatos szkepticizmus részben abból fakad, hogy amit az emberek egy gazdasági válsághelyzetben várnak, hogy a létbiztonságot nyújtsák számukra, arra az Európai Unió nem rendelkezik hatáskörökkel, ezért az emberek azt látják, hogy az Európai Unió nem ad választ ezekre a gondokra, és ezért kiábrándulnak az Európai Unióból, mert nem azt akarom mondani, az Európai Unió egyébként, ahol pedig vannak hatáskörei, ott mindenképpen helyesen járt az elmúlt években, már korábban említettem, hogy a gazdasági válság kezelésében, a megszorítási politika erőltetésével kifejezetten a szociális válság elmélyítését hozta el az európai gazdasági kormányzás. Tehát ahol voltak hatáskörei, ott sem feltétlenül jó használta őket, de az biztos, hogy egy probléma, hogy a szociális válságot Európa nem tudja hatékonyan kezelni anélkül, hogy a tagállamok felhatalmazzák az európai intézményeket arra, hogy egyáltalán képesek legyenek, hatásköreik legyenek a szociális területeken. Tehát itt nem elég pusztán Európát jobbítani, hanem Európának új hatásköröket kell adni, ez pedig a tagállamokon is múlik, hogy ezt megadják-e vagy sem. Távolról nézve úgy tűnik, hogy Európa az egy ilyen permanens válságban van, vagy az Európai Unió, de ez közel sem igaz. Ugye nagyon sokszor ezt láttatjuk, illetve ez az, amit figyelembe veszünk, és talán nem is arra kell koncentrálni, hogy mi a válság, vagy ezek egyáltalán válságok-e, hanem hogy ez egy kihívás. Sajnos mi magyarok nagyon sokszor úgy állunk hozzá, és ez a válság kifejezés, vagy hát akár a krízis kifejezés mindig benne hordozza ezt a nagyon pesszimista végkifejletet, én inkább kihívásnak nevezném, amikkel szembenéz ma Európa. És az egyik valóban egy politikai, tehát ha van ilyen, hogy Európai Uniós belpolitikai válság, ami nagyon nehezen megoldható. Úgy néz ki, hogy itt az erők egymásnak feszültek, és senki nem akar engedni a saját álláspontjából. Talán az egyetlen egy irányító van, az a normalitás lenne. Ami egyébként a politikai elitnek, tehát a két oldalnak, akár a magyar kormány által is
inkább az európai szétesést, vagy a nemzetek Európájának a meghekkelt formáját, erőltető verzióját képviselje az ő oldalukon is a normalitásra, illetve hát nyilvánvalóan a föderalizmus oldalon is a normalitásra lenne szükség ahhoz, hogy egy jó politikai közbeszéd legyen az Európai Unió jelenlegi belső válságáról, politikai válságáról. Tehát ebben nagyon kevés teendője van, vagy nagyon keveset tud tenni egy magyar párt. A normalitás talaján tud legfeljebb maradni, és magával lesz tudja sugározni, és egyes témákat úgy megközelíteni, hogy ezen a szemüvegen keresztül nézze. A másik válság, vagy másik kihívás, amivel szembenéz, és ez is részint érintve volt, az talán az, hogy ami olyan sokszor meg volt énekelve az Európai Unió eddigi történelmében, ez, hogy mennyire szakadt le, és mennyire hagyta maga mögött a keleti, illetve a déli államokat. Sajnos megint ezt a lemezt kell feltenni, hogy egy déli, egy keleti maradás van, és az ígért felzárkózás, vagy a felzárkózási kísérleteknek a vágya az mindig megtorpant, mindig elmaradt. És valószínű, ugye, ahogy ezt egyébként Benedek jól mondta, ezt a populizmus, illetve a populista politika nagyon jól kihasználta, és hát az emberek is érezték, hogy nem egészen az lett a végeredmény, mint amit eleinte megígértek. Persze túl volt szerintem az is nagyítva, hogy mi volt az az ígéret, ami az európai közösséghez való tartozás volt, hiszen akármit is ígértek, nem azt ragadták meg, hogy az európai közösséghez való tartozás ez egy szellemiséget jelent, egy közös történelmi hagyományt, egy közös korábbi történelmi utat, hanem mindig az emberi egyéni vágyakra, a meggazdagodásra, a jólétnek a reményére építettek. Éppen ezért ezt a kihívást ezzel lehet orvosolni, ezekre az egyéni szükségletekre, illetve kell választ adni egyrészt a szociális oldalról, ezt is érintettük, másrészt ugye a bérek oldaláról. Nem akarom a bérmuniót megint elismételni, de valahol ez az alfája és az omegája ennek a problémának. Kelet-Európa, Dél-Európa leszakadásának vagy távolodásának a centrumtól, és ugye itt nagyon sokszor ugye a többsebességes Európa mindig előtérbe kerül, hogy ezt a lemezt egyszerre és mindenkorra el lehessen tenni, és soha többé ne kelljen és ne lehessen lejátszani. Talán ez a megoldás az lenne, hogy mind szociális téren, mind pedig a bérek vonatkozásában megfelelő felzárkózás legyen. És igen, ebben már nem csak a kohéziós politikának, hanem más jogalkotási és kiterjesztett szociális politikának is felelőssége, illetve erre való szükség is van. Ezen kell dolgoznunk, hogyha Kelet-Európa nem zárkózik fel, vagy Dél-Európa továbbra is távolodik az európai közöstől, én úgy gondolom, hogy Európának nem lesz jövője, és az Európai Unió az ismételten egy zsugorodásba fog torkolni. Ez egy nagyon csúnya jóslat, de ezt magunk előtt kell tartani, és szem előtt kell tartani, amikor ezen gondolkozunk. Tehát ezeket a problémákat, ezeket a kríziseket inkább kihívásnak nevezzük. Ez egy nagyon szép feladat lesz ezeket meghódítani és a kihívásoknak eleget tenni. Köszönöm szépen! Nem árulok zsákbomacskát, szerintem a klímavédelem a legnagyobb kihívás. Viszont ez nem önmagában van, hanem minden egyes szakpolitikát ennek a keretében lehet csak is értelmezni. Ennek a keretében lehet értelmezni mondjuk az új költségvetési sorokat, amik lesznek a 2020-tól. Ennek a keretében lehet értelmezni a szociális Európának a kívánalmait. Katka beszéltél itt a lakhatási válságról, én is tudom, érzem a saját zsebemben, a fizetésem fele albérletre megy el. Csodálkozunk azon, hogy egész Európában folyamatosan nő a mamahoteleknek az aránya. Lakhatási válság van. Nem csak Budapesten, egész Európában. És erre a lakhatási válságra nem megoldás az, hogy olcsó paneleket húzunk még fel a külvárosba, hanem olyan megoldás kell, ami képes egy bérlakásrendszert kialakítani, amely energiahatékony módon üzemel. Tehát, hogy amikor Európa befektet, már pedig most az Európa Beruházási Bank végülis az európai adófizetők pénzét fekteti be, akkor azt láttuk az elmúlt ciklusban, hogy 5 év alatt a befektetések 60%-a a szennyezőiparágokba ment, a klímabűnözők zsebén tömték. És az Európai Uniós források kiutalásánál is rendkívül módon figyelni kell arra. Én annak örülök, hogy most már a kutatási fejlesztési pénzek java része a klímavédelem jegyében kell, hogy megvalósuljon, és számos olyan pozitív előrelépés van, ami egy mérsékelt tétova lépés előre. Miközben nekünk már rohanni kellene, mert ott van az árvíz, és már a gátakon kéne pakolni a homokzsákot, mi még szépen lassan vászorgunk. Tehát, hogy
sokkal keményebb lépések kellenek, és ezek a keményebb lépések, ezek oltatlanul ellentéte hatást fognak kifejteni a mostani status quo védelmezőitől. Mert ez egész Európa legnagyobb baja, hogy a nagyvállalati lobby irányítja. Mert valójában az a kérdés, hogy most Európai Egyesült Államok legyen, vagy nemzetek Európája, az a kérdés másodlagossá válik, hogyha a nemzetek Európáját is ugyanúgy rángatja a multinacionális lobby, mint az Európai Egyesült Államokat. Egyszerűen a nagyvállalatoktól, nagyvállalati erő és érdekérvényesítéstől kellene úgy megvédeni az Európai Uniót, hogy a jövőnek az érdeke legyen az elsődleges, hogy a túlélés legyen az elsődleges, mert ez az igazi kihívás szerintem. És hogyha két lépéssel hátlépünk és megnézzük, hogy mi a valódi oka is ennek, a késői kapitalizmusnak a morális válsága, az, hogy nincsen közösségi tudat Európában, mindenki a saját pecsenyét akar is sütögetni. És az, hogy ezt kihasználják a szupergazdagok, és a felső 1% folyamatosan csak zsírosodik és hízik, miközben az alsó 50% relatíve, és sokan az alsó 20% abszolút mértékben is egyre szegényebb, ez ennek a terméke. És azt gondolom, hogy itt nem csupán politikai, párpolitikai szintű megoldás kell, hanem egy társadalmi szövetséget kell létrehozni. És nagyon jó mozgalmak alakultak az elmúlt időszakban, amit Greta Thunbergék is elindítottak a diákok kapcsán, vagy hogy Párizsban és Londonban a nagyvállalati székhelyeket blokkolják az aktivisták. Ezek mind-mind annak a csírái, hogy igenis megmozdult valami, megmozdult egy közösség, amely túl akar élni. És ennek a túlélésnek az az állaga, hogy legyen egy közösségi érzés, hogy nekünk egy közös felelősségünk van, és nem feltétlen mindenki a saját egyéni túlélésére, hanem a közösségi túlélésre kell koncentrálni. És ez azt gondolom, hogy ennek a legnagyobb akadálya az a szupergazdagoknak a lobbia. És ez ellen kell küzdeni. Én örülök neki, hogy van egy-kettő bátor képviselő az Európai Parlamentben, de az Európai Parlament többségének ilyen bátor képviselőnek kell nevetnie. Köszönöm. Egyetértve sok korábban elhangzott válsággal, én továbbra is azt hangsúlyoznám, hogy az Európai Unió legsúlyosabb problémája, amely megakadályozza, megköti az EU kezét abban, hogy ezeket a válságokat kezelje, az a politikai válság. Az, hogy az Európai Uniót jelenleg ketté szakítják a populisták. És az, hogy az Európai Unió jelenleg ezt szó nélkül tűri. Nagyon örülök annak, amikor Jávor Berenek említette azt, hogy ebben a közösen támogatott javaslatban, a bizottsági direkt pénzosztásban később remélhetőleg lesz majd egy együttműködés köztünk az Európai Parlamentben, mert ez az út, ami előttünk van. Tehát én őszintén hiszek abban, hogy a következő ciklusban ez a parlament nem úgy fog kinézni, hogy nem az lesznek az örésvonalak, hogy van a néppárt, vannak a szociáldemokraták, vannak a liberálisok, hanem vannak az Európa egységére törekvő pártok, képviselő, és van az Európát bomlasztó, Európa egységét szétverő, önző, populista gazember. És itt fog köztük húzódni a törésvonal, és nekünk közösen kellene harcolni. Én őszintén gondolom azt, hogy minden ellenzéki képviselőnek, aki mandátumot szerez ezen a választáson, vannak olyan közös ügyek, ahol egységesen kell fellépnünk. És én nem gondolom azt, hogy ez... Hogy Magyarország érdeke az, amit a kormány képvisel. Magyarország érdeke az, hogy az ellenzéki képviselők platformot képezzenek, ahol meg tudják mutatni Magyarország európai arcát. Mert ugye a Fidesz azért erős, mert a képviselői egy irányba szavaznak. De ha tudhatnánk azt, hogy az ellenzéki képviselők között van egy olyan közös minimum, amikor a korrupcióról van szó például, amikor a jogállamról van szó, amikor közösen ki tudunk állni, az összes, mindenki nagyjából más frakcióban fog ülni szerintem, és közösen azt tudjuk mondani, hogy ebből elég volt, az egy legalább ugyanolyan erős súlypont, mint amit a Fidesz képe. De visszatérve az európai válságra. Európának kezelnie kell a populizmus által generált válságot, és ezt
Európa csak akkor tudja kezelni, hogyha egy erős és vonzó alternatívát tud nyújtani. Az európai értékek, az európai jogállam és az európai demokratikus felépítés mellett. Mert a populisták azt használják ki, hogy jelenleg Európa gyenge. És egy gyenge Európa nem lehet vonzó. Egy olyan Európa nem lehet vonzó, amely szó nélkül tűri azt, hogy az elmúlt 15 évben országok vezetői pofátlanul lopják a pénzt. Egy olyan Európa, amely annyira gyenge, hogy nem tudja megakadályozni azt, hogy szétszakítsanak egy jogállami rendszert egy európai tagállamban, az nem lehet vonzó. Egy olyan Európa sem lehet vonzó, ami van. Amely azt mondja, hogy Jean-Claude Juncker most vette észre, hogy Magyarországon az EU pénzéből kampányolnak az EU ellen. Hát jó napot kívánok! Tényleg, mi történt eddig? Amikor Manfred Weber két hónapja vette észre azt, amikor véletlenül ugye pont Juncker kirakták a plakátra, hogy Magyarországon az EU pénzéből kampányolnak az EU ellen, hol volt ez eddig? Tehát egy Európa, a jelenlegi bürokratikus Európa nem alternatívája a populizmusnak. És az Európai Unió sem alternatívája a populizmusnak, amely lassan veszi észre a válságot. Korábban sokan beszéltünk arról, hogy a szociális Európa megteremtése, az európai szakadéknak a betemetése alapvetőnek kellene lenni akkor, amikor ezt a válságot kezelni akarjuk. És hát hogy az Európai Unió nem vette észre azt, hogy nagyon jó dolog Magyarországnak adni pénzt kórházépítésre, tényleg az, de kórházfenntartásra már nem adnak. És akkor ott áll a szép üres kórház, ahol gyakorlatilag nincsen nővér, és ahol nincsen cérna a műtőben. Ez a lassú reakcióidő, a lassú realizálása a valódi válságoknak az, amely táptalajat ad az uszító, gyűlöletkeltő populistáknak, amelyek Európa szétverésére törekednek. És nekünk ez ellen kell fellépnünk, és be kell mutatnunk, hogy Európa az nem egy szerződés, az nem csak egy papír, hanem európai vízió, európai jövőnk, Európa az egyetlen alternatíván nekünk magyaroknak, és nekünk mind a kontinens többi lakóinak. Mert szétesve, széthúzva gyengék vagyunk és kicsik. És szétesve, széthúzva nem fogunk tudni közösen például fellépni a klímaváltozás ellen. Ugye nagyon jó javaslatokat fogalmaznak meg, igen, de hogyha a tanácsban mindenki szétszavaz, hogyha a pártpolitikai érdekek, vagy a kormányzati érdekek rángatják a képviselők kezét, akkor soha nem lesz egy közös fellépés. Ha fontosabb lesz a populizmus Európával szembeni törésvonala, mint a közös európai érdek, akkor elveszünk. És ugye most is látjuk azt, hogy Orbán Viktorék megvétóznak minden olyan javaslatot például az Európai Unióban, amely a migráció hatékony kezelésére vonatkoznak. És ugye ez arra utal, olyan szerződésekről van szó, amely pont azt érné el, hogy kevesebb migráns érje el Európa határát, de Orbán Viktorék megvétózták az összes ilyet. Blokkolják a hatékony fellépést. Nem érdekeltek ennek a krízisnek a megoldásával. Mert nekik az a fontos, hogy Európa ellen tudjanak hergelni. Amíg ilyen válságok állnak fent, addig az Európai Unió nem lesz képes cselekedni. És éppen ezért le kell győznünk az európai eszmével a populistákat. Ez szerintem a legfontosabb feladat, ez a legnagyobb válság, és mi ezen fogunk dolgozni, bízom benne, hogy itt is sokakkal közösen. Először hadd csatlakozzam, mert szerintem rendkívül jó javaslat, és én magam nagyon szívesen részt vennék egy olyan folyamatban, ahol az ellenzéki pártokat képviselő európai parlamenti képviselők azokban az ügyekben, amelyek leginkább a magyar jogállam lebontásában meg tudják védeni a magyar állampolgárokat, hogy ebben működjük együtt, hogy ebben egyeztessünk, hogy a politikai pártcsaládok természetes és normális vitáin túlmenően nézzük meg, hogy mit tudunk közösen tenni ennek érdekében. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó javaslat, és én a magam részéről megtartozom is hozzá előre nézve. Óriási nagy különbség megint csak nem lesz közöttünk, de én őszintén úgy gondolom, hogy nem Európa legnagyobb kihívása, hanem a demokrácia egyik legnagyobb kihívása most, és a kihívás szót használom én is, az éppen az, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek nőnek. Az elmúlt 30 évben az Egyesült Államokban és Európában is a háború óta folyamatosan növekvő életszínvonal megtorpant. A háború óta mindig azt érezte mindenki, hogy majd a gyerekeimnek jobb lesz, és jobb is lett, majd az unokáimnak jobb lesz, és jobb is lett. És 30 éve ez a folyamat megállt,
többek között a globalizáció hatásának, amit egyébként nem lehet megállítani, úgyhogy jobb lesz vele együtt élni és megpróbálni igába hajtani. Az elmúlt 30 évben kinőtte a gazdaság jelentős része a nemzetállami kereteket. Ma egy Apple, egy Microsoft, egy IKEA, de mondhatnám bármelyik autógyárat, egész egyszerűen kinőtte azt a szabályozói környezetet, amit arra találtak ki, hogy ott az országban ott van a kis részvénytársaság, vagy KFT, ott dolgozik, lehet, hogy elad külföldre valami, de az, hogy 50 országban van telephelye, hogy úgy adózik, ahogy akar, hogy úgy rakja a profitját egyik országból a másikba, erre nem voltunk fölkészülve. Én kevésbé ellenséges hangot ütnék meg, én inkább azt mondanám, hogy ez egy olyan kihívás, hogy föl kell venni a kesztyűt, és azt kell nekik mondani, hogy nagyon jó, akkor most mi is itt vagyunk. Ha ti globálisan működtök együtt, akkor nekünk is most az a feladatunk, hogy ne nemzetállami szinten próbáljuk meg megoldást találni, hiszen nemzetállamként nem tudunk leülni a Microsoft-tal, még egy Németország se, sőt, még Amerika se, hanem megpróbálni az erőnket összefogni és közös megoldásokat találni. Éppen ezért nemzetállami szinten nem fogunk tudni túl sokat kezdeni a társadalmi egyenlőtlenségekkel sem. Na persze rontani lehet rajta, mert azért az elmúlt 8 évben az Orbán kormány drámaian növelte a társadalmi szakadékot Magyarországon, de alapvetően azt a problémát, amit a kivándorlás jelent Magyarországon, azt nem fogjuk tudni megoldani. Aki nemzetállamokra szavaz, az a szegénységre szavaz. Aki a szegénységre szavaz, az a populizmusra szavaz, és aki a populizmusra szavaz, akkor itt most a rémtörténeteket nem folytatok tovább, hogy mihez vezetett ez a történelem során. Ezért én tényleg úgy gondolom, hogy a legnagyobb feladatunk az elkövetkezendő 5 évben, hogy arra fordítsuk az energiákat, hogy megpróbáljuk jobb életszínvonalat biztosítani minden európai polgárnak, a románnak, a magyarnak, a németnek és a dánnak is. Ha ezt nem tesszük meg, akkor nem tudjuk őket érdekeltté tenni a klímaváltozás elleni küzdelemben sem. Hogyha nem tesszük ezt meg, akkor a frusztrált és szegényedő emberek azok sárga mellékben ki fognak menni minden alkalommal, hogyha a klímaváltozás költségét csak az ő nyakukba akarjuk varni. Éppen ezért valószínűleg 30 éves dogmákat kell átgondolni, és biztos voltak okosok, akik ezt már 10, 15 vagy 20 évvel ezelőtt is mondták, de úgy látom, hogy Európa többsége mostanra értette meg, és ebben nagy szerepe volt biztos a 2008-9-es válságnak is, hogyha nem csinálunk valamit a szegénységgel, ha nem csinálunk valamit a tömeges kilátástalansággal, azzal, hogy stagnál jobb esetben, vagy romlik az életszínvonala az európai polgároknak, mármint az átlagpolgároknak értelemszerűen, és nagyon-nagyon gazdagodik a felső 10%, akkor nem fogunk tudni megfelelni ezeknek a kihívásoknak. Ezt viszont csak egy rendkívül erős Európa tudja. Egy olyan Európa, akinek van jogosítványa, van bevétele, van döntéshozatali eljárása, hatékonyan tud leülni tárgyalni, mondjuk például a multinacionális cégekkel, mert 500 millió embert képvisel. Na jó, hát ez az, ami szerintem erre a megoldás az Európai Egyesült Államok. Felvezetőben is említettem, mindenképpen kellene beszélnünk egy kicsit arról, hogy hogyan értékeljük azt a 15 éves időszakot, amely most május 1-én zárul, és ugye nyílik egy újabb, remélhetőleg még sokszor 15 éves időszak. Az lenne a következő kérdésem mindannyiukhoz, hogy milyennek a 15 évnek a mérlege Magyarország szempontjában az Európai Unióban. Mik az előnyök, mik a hátrányok ebből az időszakból? Mit gondolnak, hogy melyikből van több? És úgy általánosságban arra is kíváncsi lennék, hogy minek kellene változni ahhoz, akár uniós szinten, akár a magyar politika tekintetében, hogy Magyarország uniós tagsága még több előnnyel járjon az ország számára. Lukács László kezdi a mérleg megvonását. Emberes feladatot kaptam, azt hiszem ez az, amivel azért hosszan lehet sorolni, hogy milyen előnyök és hátrányok voltak. De hogyha, és akkor remélem a fiatalabb generáció érteni fogja a hasonlatot, hogyha az Európai Unióról beszélünk, én a Tinderen még mindig jobbra húznám. Ugye az idősebb generációnak mondva ez egy társkereső applikáció, amelyen a szimpátiáját az ember úgy tudja kifejezni, hogy egy bizonyos irányba ezt megnyilvánítja, vagy kinyilvánítja. Hát az a helyzet, hogy az Európai Unió minden eddigi rossz vagy kihívását negatív és pozitív adott, illetve kapott
dolgait a serpenyőbe tesszük, szerintem még mindig pozitív a mérleg. És talán ezt érzik a magyar emberek, a magyar állampolgárok is, nem hiába az Európai Uniónak azért nagyon nagy az elfogadottsága, illetve az Európai Uniós tagságunknak a megítélése is nagyon pozitív. Természetesen szót ejtettünk azokról, és szerintem mindenki fejből tudja sorolni azokról a kihívásokról, azokról a negatívumokról, amelyek az elmúlt időszakban az Európai Unióra ragadtak, és éppen ezért ezt a képzeletbeli serpenyőt azért erősen billegtetik, hogy akkor egy másik hasonlatot mondjak, talán hogyha 1-5-ös skálán értékelni kellene, lehet, hogy még csak egy 3-as fölénél járunk összességében, de a negatívumok nyilvánvaló az a korrupció, ami érintette az Európai Uniós felzárkóztatási forrásokat, az nagyon-nagyon rosszul jött, az egy nagyon rossz megítélést tett, és az talán egy nagyon fájó pontja Magyarországnak. Ebben az elmúlt időszakban szerintem nagyon-nagyon sikeresen lefelé mentünk, még jobban. Nem arról volt, hogy Orbán Viktort nem említjük, de Orbán Viktornak szerintem abban, hogy az Európai Uniós forrásokra az emberek nem tudnak normálisan gondolni, és nem tudják benne a saját kitörési potenciájukat látni, a saját életüknek a jobbítására lefordítani, a saját nyelvükre lefordítani, az ennek Orbán Viktornak ebben nagyon nagy szerepe van. Sokan azt látták, hogy még egy egyéni boldogulást, egy saját céges vagy egy magánemberi boldogulást kínált az Európai Unió, ehelyett az lett, hogy bizonyos körök, üzleti, gazdasági körök, politikai körök visszaéltek a saját döntéshozói kompetenciájukkal, és amit lehetett, azt a saját hordítvagyuk a saját jogulásukra és fejlődésükre csatornáztak be. Ez nyilvánvaló egy negatívum, de én azt látom mögöttem mindezeken túl, hogy azért nagyon sok helyen, akár egy egészségügyi politikusként, én az egészségügyben azt a közel 500 milliárd forintot, ami érkezett, az nagyon sok helyen pozitívként lett elkönyvelve, és nagyon sok olyan fejlesztés, még ha betonba is ment, tehát üveg, illetve épület lett belőle, még akkor is nagyon nagy hozzáadott értéke volt, és nagyon sokat segített, főként a vidék Magyarországon. Én azt is látom, hogy nagyon sok helybeni kistelepülési fejlesztés, és ezt sem szabad elhallgatni, szintén nagyon hasznos volt az ottani lakosságnak, az ottani társadalomnak. Én Karcagon élek, én vidékről járok rendszeresen Budapestre, és én tudom, milyen nehéz az élet Kelet-Magyarországon, és minden egyes apró pici pénz, amit egyébként megdolgoztunk érte, megérdemeljük, de az Európai Unió fejlesztési forrásként a felzárkózásunkra küldi, mi azt nagyon megbecsüljük, és nagyon nagy becsben tartjuk, és nagyon örültünk neki. Tehát az emberekben ez a pozitív kép van, amit egyébként leront az az intézményesített korrupció, ami erre ráépül. Amint pedig változtatni kell, még jobban a kezünkbe kell venni a boldogulásunknak a lehetőségét. Ugye abban a kormány szerintem nem hibázott, hogy a lehető legnagyobb mértékben kihasználta a kohéziós alapban lévő és lehívható forrásokat. Ez a magyar emberek érdeke, ez a magyar vállalkozások érdeke. Természetesen nem azoknak az érdeke, akik ezt ellopták, vagy saját magukat csatornázták be, hanem annak az közösségnek, az összes magyar embernek, Kelet-Magyarországon, Nyugat-Magyarországon, vagy adott esetben akár azoknak a budapesti cégeknek, akik részesültek benne, mert hát nagyon gyakran volt az, hogy bár Budapesten uniós forrás nem volt elérhető, de hát mégiscsak ide a központi régióba áramlott valamilyen módon a pénz. Tehát ezt a lehetőséget, ha lehet, még jobban meg kell ragadni. Ezért nem feltétlenül az Európai Unió és az Európai Uniós politika a felelős, bár ott is vannak bizonyos fékek és ellenőrzési lehetőségek, amivel élni kell. Ezért a belső, a magyarországi választott országgyűlés, a magyar jogszabályok a felelősek, és egy olyan ügyészség, akár európai szinten, akár magyar szinten, amely képes ezt a féktelen, úgy mondom most már, hogy pénzpazarlás, mert ez pazarlás, amikor ilyen szinten lopják, ezt megakadályozni, és a bűnösöket megbüntetni. Más lehetőségünk nincs, mint jobban megragadni a lehetőségeinket, és talán az egyik tétje az, hogy meg tudjuk-e ragadni a lehetőségeinket, az, hogy Magyarország végső során az Európai Uniónak a tagja tud-e maradni. Mert most minden jel arra utal, hogy a kormány részéről, ha nem jön be az A-terv, akkor lehet lesz B-terv is. És Magyarország azokra az utakra fog lépni, amelyet sokan percegettek, amely Nagy-Britannia után az Európai Unión kívülre vezet. A Jobbik elv ezt egyáltalán nem tudja támogatni, sőt, amint mondtam, a politikai normalitás talaján állva minden erőnkkel azon kell dolgozni, hogy a legjobban kihasznált és a lehető legsikeresebb Magyarország legyen, és azokból az egyébként csökkenő forrásokból a következő 15 évre is egy ugyanilyen pozitív, vagy ennél sokkal pozitívebb mérleget vonhassunk. Ha úgy tetszik, akkor a 3-as fölét, vagy a 3-as szintet azt lehetőség szerint 4-4 és félre feljavítani, hogy a lehető legnagyobb hasznát érezzék az emberek az Európai Unióban.
Én is alapvetően pozitív mérleget vonnék, nem mennék bele abba a versenybe, hogy mit adtak nekünk a rómaiak, mindenki tudja, látja a saját szemével, inkább csak reagálnék erre, hogy ugye, ahogy a Pesti vicc is tartja, hogy Orbán már kilépne az Unióból, csak Putyin nem engedi, hát ugye ez a keleti orientáció, ez elég egyértelműen úgy tartja fülön csípve Putyin Orbánt, hogy legyen neki egy ember az Unióban. Ott tudja megakadályozni a közös politikákat, és onnan szerezzen információkat, de hát, hogy addig vagyunk érdekesek Oroszországnak, amíg az Európai Unió tagjai vagyunk. Egyébként én nem varnám az Unió nyakába, hogy Orbán és bandája enyveskező. Tehát, hogy ez a mi problémánk magyaroknak, és ezt Magyarországon kell megoldani, ezt a helyzetet. Kétségtelen, hogy az ellenőrzések tekintetében vannak az Uniónál is problémák. Nem készültek föl rá, hogy valaki rendszer szint ellop. Egyszerűen nem így alkották meg a rendszert. Ehhez viszont ki kellene nyitni alapszerződést. Sok esetben. És itt már többen pedzegettetek ilyen dolgokat, amelyek alapjaiban érinteni az egész Európai Unió struktúráját. És igen, itt nem reformra van szükség az Unióban, ilyen szépen szólva, hanem forradalomra gondoljuk át az egésznek a működését. Ami hátránya az egész Uniónak talán a felfokozott elvárás. Ugye, hogy amikor rendszerváltáskor is mindenki a gorenyi ütőért ment ki, és azt hittük, hogy majd egy jóléti rendszerváltás is következik, az volt kint a plakáton, nyithatunk cukrászdát Bécsbe, és ebből az lett, hogy mosogathatunk a bécsi cukrászdába hátul. Tehát, hogy valójában az a tőke vezérelt gazdaságpolitika, ami az egész Uniót is meghatározza, hát nem, Magyarország nem volt a Jobbik felén a szerszállat. Azt gondolom, hogy ezen viszont úgy tudnánk változtatni, hogy magát a gazdasági struktúrát megváltoztatjuk, és erre például jó példa a közös agrárpolitika kapcsán. Ugye az Európai Unió kinek a zsebét tömködik? Csányi Sándor, Mészáros Lőrinc, mondjak egyet balról, Leisztinger Tamás, ők a legnagyobb földbirtokosok. Ők kapják a legtöbb agrár támogatást. Egyszerűen már föld alapú támogatás, hektár alapú támogatás van. Ezt kellene átgondolni, hogyan lehetne a vidéki foglalkoztatást elősegíteni. Mert Klára beszélt a nincstelenek tömegéről, és igen, és azt gondolom, ez a populizmusnak a táptalaja. Jönnek a robotok, robotizáció, digitalizáció, még több ilyen nincstelen ember lesz. Ezekre már most fel kell készülni, és az egész Európai Uniónak a munkaerőpiacát át kell alakítani úgy, például az agrártámogatásoknál, hogy foglalkoztatáshoz kössék minél jobban a szorzószámokat. Tehát számos olyan pont van, ahol bele lehet nyúlni, hogy Magyarországnak is kedvező legyen, hogy a félperifériáról integetve, mert tényleg sokszor azt látjuk, hogy a magyar kormány csak pislogni fel a szatyorba, most már a szlovákok már rég elhúztak mellettünk, a románok is integetnek már a visszapillantó tükörbe. Tehát ugye sokkal jobban kihasználták azok az országok az Európai Unió adta lehetőségeket, akik nem feltétlenül hívták el az utolsó eurócentet is a Brüsszelből, mint az Orbán kormány, viszont sokkal jobban használták föl, amit lehívtak. És igazából itt a magyar kormányon kellene elverni a port, nem feltétlenül az Európai Unió. Viszont ott az Európai Parlamentnek van szerepe, hogy meghatározza a fő irányokat. És az az elképzelés, hogy itt a bizottság egy közvetlen pályáztatási szint legyen, én annak is örülnék, hogy az önkormányzatoknál, hogyha sikerül az EP választáson most az ellenzéknek áttörni, és át tudjuk venni az önkormányzatokat is, akkor az önkormányzati fejlesztések is az egész európai ságot hozhatják közelebb, mert azt látják, hogy mi döntöttünk szinte közvetlenül arra a pénzről, ami ide kerül, és nem egy nagy bürokratikus rendszer. Tehát számos ilyen ponton, hogy javítani kellene. Pozitívan mérlek, én nem nyomnék rá szuper lájkot az Európai Unióra, de azért az látszik, hogy éltünk a lehetőséggel, de a magyar kormány sok esetben visszaért ezzel, és képített egy lopásra épült klientúrahálózatot, amit majd megnézzük, hogy mi lesz, ha elfogy a zsákmány. Tehát, hogy ez teljesen más logikával fog működni. Én azt gondolom, hogyha az Európai Unió
Magyarországon nem csupán olyan támogatottsággal élvezni, hogy szuper magas a támogatottság. Az elmúlt években nem is látott magasságukban van a többi európai országokhoz képest. Nem csupán fejekbe volna ott, hogy az valami jó dolog majd megment minket, mint 56-ban az amerikaiak, hanem konkrétan a mindennapokra le tudnák fordítani az állampolgárok, hogy számukra mit is jelent az unió, és én ezt EP képviselőként feladatnak is érzem, hogy érezzék azt, hogy ők is részt tudnak venni a döntéshozatalba, mert sok esetben sajnos ez még egy elefántcsontoronyban fönn történik, ezt a közvetlenséget a demokráciában meg kell teremteni, és volt szó a populistákról. Van egy ország Európában, ahol sikerült megállítani a populistáknak az előretörését, ez Németország, és ott a zöldek tudták ezt megállítani. Ők voltak azok, akik miután a populista előretörésre hathatós közösségi választ tudtak adni, elkezdtek megerősödni. A populisták pedig megálltak a növekedésbe, stabil, ugyanazon a szinten vannak, mint pár évvel ezelőtt. És a zöldek viszont már második erővé váltak, és csak egy tényleg a dínyenceknek egy csemege. A zöldeknek a pártelnöke nincsen fönn a Facebookon, de mégis tartja a kapcsolatot a választókkal. Tehát is szerintem, és itt a nagyvállalati logikára is szeretnék ráerősíteni, hogy a Facebook, mint óriás vállalat, önmaga határozza meg az algoritmusát, és most például az EP választások kapcsán gyorsan a választások előtt 2 hónappal megváltoztatta azt. Úgyhogy igazából előzetesen senkit nem tájékoztatott, punktum, ez így fog működni ezek után. Miközben túl nagy hatalma lett ennek a vállalatnak, és nem tudni, hogy valójában a saját érdekein kívül kinek az érdekeit képviselik. Én azt gondolom, hogy a nagyvállalatoknak az átlátható működése és szabályozása, ez ugyanúgy ráférne arra, hogy Magyarország mérlege is pozitív legyen. Folytatott ideres hasonlatokat, számomra az Európai Uniós csatlakozás arra emlékeztet, mint amikor valakit egy gyönyörű szép ember szuperlájkolja, aztán nem ír neki. Tehát 2004-ben ugye az EU csatlakozáskor megkapjuk azt az esélyt, hogy teljes jogú tagjai legyünk annak a közösségnek, ahol mindig is tartoztunk, ahol mindig is vártunk, hogy jól itt van. És kaptunk egy történelmi lehetőséget ezzel a csatlakozással, és ezt a lehetőséget elpazaroltuk. Naponta 2 milliárd forintot kapunk az Európai Uniótól. Mi kaptunk lakosság arányosan a legtöbb pénzt a régióban. És nekünk sikerült összehozni azt, hogy csökkent a versenyképességünk. Mi kaptunk a legtöbb pénzt az új tagállamok között, de a második legtöbb pénzt valaki többet kapott nálunk. És ugye a kormány nagyon büszke arra, hogy milyen gyorsan növekszünk. Van egy rossz hírem számukra, mindenki már gyorsabban növekszik nálunk. Annyira kevés eredményt hoztunk ki ebből a rengeteg pénzből, ami egészen egyszerűen brakó. És most nyilván ez egy kicsit viccesen hangzik, de amúgy ez egy történelmi bűn. Ennyi pénzt ingyen nem fogunk soha többet kapni. Ugye most már szó van arról, hogy a következő ciklusban hogyan csökkentik a pénzeket. Lehet, hogy nem is fogunk kapni pénzt. De Orbán kormány oda vezeti Magyarországot, ahol most Fidesz van a néppártban, a kispad szélén, ahol nem szavazhatnak, nem kapnak semmit, és gyakorlatilag megtudtak. Magyarországra is ez a sok várat, hogyha nem sikerül megfordítanunk azt, ami most itt az országban történik. 15 év Európai Uniós tagság után azt láttuk, hogy az EU-s tagság nagyon jól megérte egy nagyon szűk rétegnek, és hát az összes többi ember meg mondjuk maximum annyiban részesült tömegében az EU előnyeiből nyitott határokon keresztül el tudtak menni külföldre dolgozni, hogy meg tudjanak élni. Teljesen nonsense az, hogy 15 év EU tagság után még mindig ott tartunk, hogy az átlag életkorunk több mint 5 évvel le van maradva az EU-s átlagtól. Ahogyan beszéltünk a robotizációról, hát bocsánat, de hogy amit az oktatással jelenleg művelnek, az nagyon-nagyon messze van attól, amit mi egy versenyképes európai szintű oktatásnak tudnánk nevezni, ami valóban jövőt tudna nyújtani azoknak a fiataloknak, akik majd olyan munkában fognak dolgozni 10 év múlva, amiket most még ki sem találtak.
teljesen elképesztő, hogy a termelékenységben nem jelent meg ez a rengeteg mennyiségű EU-s pénz, látjuk azt, hogy ezt a pénzt elégették, elverték és ellopták. És persze lehet azt mondani, hogy nem az EU dolga ezt felülvizsgálni, és hogy ez egy belpolitikai ügy. Én kitartok amellett, hogy igenis az EU érdeke az, hogy ne tűnjön gyengének, hogy a pénz valóban arra menjen, amire szánják. Mert az EU-s pénzeket ugye nem azért adják, mert az EU-nak sok pénze van és nem kell neki, hanem azzal van egy céljuk, hogy felzárkózzanak az új tagállamok, hogy mindenki hasonló színvonalon tudjon élni, hogy egy egységes keretrendszer uralkodjon az egész unión belül. Ha az EU nem lép fel a korrupcióval szemben, ha az EU nem lép fel pénzek elégetésével szemben, akkor az európai projektnek ez a része gyakorlatilag értelmét veszi. És ezért gondoljuk azt, hogy át kell gondolni. Valóban paradigmaváltásra van szükség, csak mondjuk ugye vannak olyan új testületek, mint például az Európai Ügyészség, amit jelenleg még nem szabályoznak, nem szabályoz alapszerződés, ha jól tudom. Tehát ugye ennek a hatáskörét például alapszerződés módosítás nélkül is át lehet alakítani. Ezért gondolja a Momentum azt, hogy igenis kötelezővé kell tenni az Európai Ügyészséghez való csatlakozást minden olyan tagállam számára, aki EU-s pénzt kap. És igenis át kell alakítani azt, hogy ezt a pénzt mire adják. Mert lehet, hogy nem az EU dolga az, hogy ne lehessen drégek palánkon kutya fitness építeni. Szerintem de. Szerintem az EU dolga az, hogy ez a pénz oda menjen, ahol hasznot húz, annak az államnak, ahova szállják. Hogy ezt a pénzt lehessen kórházakra, iskolákra és munkahelyekre költeni leginkább, mert ebben lehet egy szintre hozni az európai tagállamokat. És hát ez a mi feladatunk lesz. Tehát nem várható persze el az, hogy akkor az európai képviselők annyira a szívükön viseljék Magyarország sorsát. Könnyen lehet, hogy most már a legtöbben inkább megszabadulnának tőlünk. És ezért kellene olyan magyar-európai parlamenti képviselők, akik vissza tudják állítani Magyarország becsületét az Európai Unióban. Akik ott ülnek az asztalnál, ahol a döntések születnek. Akik valóban diplomáciai szinten érdeket tudnak érvényesíteni a saját pártcsaládukban, a különböző pártközi egyeztetések során. Ezért ez óriási szükség minél több ellenzéki képviselőre ebben az Európai Parlamentben, mert nekünk kell megváltoztatni ezt a 15 éves lefele menő trendet. Persze, lehet ez egy belpolitikai kérdés. A kétharmados parlamentben kíváncsi vagyok, hogy mit lehet elérni ebben a témában. Nagyjából semmit. Európában lehet ezért dolgozni, Európában kell ezért dolgozni. És éppen ezért nagyon szeretnék kérni mindenkit, aki ezt a vitát nézi, hogy itt nem kérdés az, hogy elmegyünk-e szavazni. Mindenki menjen el szavazni. Nyilván nem azokra gondolok, akik a teremben ülnek, hanem akik online nézik a közvetítést. Akik lehet, hogy most éppen fekszenek a kanapén, chipsetesznek, és csak úgy valamiért megy a háttérben az RTL klub. Ez nem játék, ez nem vicc, ezen múlik a sorsunk. Az, hogy hány ellenzéki képviselő, hány európa párti képviselő kerül be ebbe a parlamentbe, ezen múlik az, hogy Magyarország végre az előnyére tudja-e fordítani az Európai Uniós tagsággal járó rengeteg lehetőséget. Mert amúgy elfogyunk, amúgy meghalunk, amúgy lemaradunk, és amúgy a kivándorlási válsággal a fiatalok, a kétségbe esettek, külföldre fognak költözni, és Magyarország ki fog ürülni. Ezt kell megállítanunk azzal, hogy véget vettünk az Európai Uniós pénzek korlátlan lopására, és olyan országot teremtünk, ahonnan nem kell elmenni, és ahova megéri hazajönni. Hát, azt hiszem, hogy az Európai Unió nekünk egy hatalmas lehetőséget adott. Ezzel a lehetőséggel részben éltünk, és nagyon jelentős részben az elmúlt években visszaéltünk. Részben éltünk, mert szerintem igaz, utakban, kórházakban, iskolákban, játszóterekben, kisvállalkozásoknál ott vannak ezek az Európai Uniós pénzek. És visszaéltünk, mert az elmúlt években ezek ott vannak Mészáros Lőrincnél, Kisvasútnál, Kutya Fitnessnél, 20 centis kilátónál, és gyakorlatilag a teljes magyar oligarcha válogatottnál. Tényleg a fociról meg sem feledkezzek meg, ugye? De én szerintem ma a totális diktatúrától minket az Európai Unió véd meg. Az a picike kis hajszál, ami elválasztja Orbán Viktort mondjuk Putyintól, az egyelőre még az Európai Unió.
És persze mondhatjuk azt, hogy az Európai Unió gyengének bizonyult, ami igaz. Egyrészt nem volt fölkészülve az európai közösség, mármint az államok közössége nem volt arra fölkészülve, hogy valaki ilyen brutálisan bunkó legyen, nem tudom mit mondani más, a jogállamiság lebontásában, a korrupcióban. Egész egyszerűen nem voltak erre játékszabályok. Nem is gondoltak rá. És amikor bekövetkezett, akkor meg az Európai Unió gyengének bizonyult, hiszen nem voltak olyan erős eszközei, lásd Európai Ügyészség, lásd az OLAF jogköreinek a kibővítése, lásd sokkal szigorúbb felügyelete a kohéziós pénzeknek, vagy jogállamisági szempontok figyelembevétele. Szóval nem volt elég eszköze, és gyenge volt hozzá. Én azonban hagyd legyek optimista. Alapvetően is optimista vagyok, valószínűleg ez az, ami táplálja a folyamatos tevékenységemet. Én anno pénzügyjogászként az egyetemen azt tanultam, hogy a bankszabályozás története az a bankcsődök története. Úgy alakult ki a modern bankszabályozás, és majd még fog a következő 100 évben is gondolom, hogy valaki csal, lop, hazudik, és akkor fejükhez nyúlnak a képviselők, ja, így is lehet csalni, de akkor ezt gyorsan bezárjuk, ezt a kiskaput. Aztán 10 év múlva megint van egy bankcsőd. Azt a kiskaput is bezárjuk, és így megy előre a bankszabályozás történet, mert egyébként az élet más területén is így van. Ezért bármilyen anakronisztikusnak is tűnik, amit mondok. Szerintem Orbán és gazember társai, mint amilyen Kaczynski vagy Salvini, bizonyos értelemben egy sokkal erősebb és hatékonyabb Európához fog hozzájárulni. Az a folyamat, amit mondjuk a Farage-ék a Brexit-tel elkezdtek, az a felelőtlen millió ember becsapása, ami zajlott az Egyesült Királyságban az elmúlt hónapokban, és ami zajlik most Brexit folyamatban, ami zajlik Magyarországon, vagy zajlik Lengyelországban, ez arra fogja késztetni az Európai Unió tagállamjait, hogy sokkal erősebb és sokkal hatékonyabb uniót csináljanak. Sokkal hatékonyabb eszközökkel, amikkel majd egyébként meg tudják szűrni ezeket a visszaéléseket. A nagy tragédia tényleg az, hogy én magam rettegek a többsebességes Európától. Most is már többsebességes, mert ugye az euróövezet és mi azért már két külön sebességbe tartozunk. Rettegek tőle azért, mert magyar vagyok. Ha német lennék, nem rettegnék tőle. Magyarként rettegek tőle, mert azt látom, hogy az a politika, amit Orbán Viktor képvisel, az minket sajnos tényleg a kispadra, vagy az alsóbb sebességbe, vagy adott esetben akár az EU-n kívül fog sodorni. Tehát egyik oldalról optimista vagyok, mert az a válság, amit most a populisták és az euroszkeptikusok okoznak, szerintem az Európai Unió erősödéséhez fog vezetni, és másik oldalon meg aggódom, és kőkeményen küzdeni fogok azért, hogy mi magyarok nehogy véletlenül kimaradhassunk ebből az egyébként erősebb és hatékonyabb Európából. Ha a 15 éves EU-tagságunkat egy szókapcsolattal kéne leírnom, akkor én egyetértek az eddig elhangzottakkal, hogy az elvesztegetett lehetőség 15 éve. Tehát Magyarország az uniós csatlakozással valóban lehetőséget kapott arra, hogy az ország úgy politikailag, mint gazdaságilag és társadalmilag közelítsen az európai átlaghoz, és ezt a felzárkózási lehetőséget Magyarország nem tudta ténylegesen valóságra formálni. Emögött azonban szerintem valami összetettek húzódnak annál, mint ami eddig elhangzott, bár nagyon sok igazság van abban, amit a kollégák elmondtak, mert hogy szerintem itt egy kettős probléma. Az egyik probléma az valóban a tagállamokban magukban, és ezekből Magyarországon található. Tehát, hogyha megnézzük a 2004-ben csatlakozott országoknak a csoportját, akkor látjuk, hogy nagyon különböző dinamikát mutattak be az elmúlt 15 évben, hogy a rendelkezésükre álló lehetőségeket, és itt nem csak az EU-s pénzekre gondolok, hanem a közös piachoz való csatlakozás, az Európai Unióhoz való tartozás jelentette védőháló, akár a gazdasági védőháló is, hogy ezt hogyan tudták kamatoztatni. És Magyarország régiós, a 2004-es ország csoporton belül is kiemelkedően rosszul teljesít e tekintetben. 2004-ben a csatlakozásunkkor a magyar GDP az európai átlag GDP-nek körülbelül olyan 63%-án állt.
Ez ma olyan 68-69% körül van, ami valamivel meghaladja a statisztikai hibahatárt a növekedés. Ez idő alatt mondjuk Észtországban, Szlovákiában vagy más országokban akár 30%-os GDP növekedés és jelentős felzárkózás következett, tehát érdemi felzárkózás az európai államban. De azt mutatja, hogy nagyon komoly felelőssége van az egyes tagállamoknak, de nem csak a korrupció tekintetében. A korrupció egy kulcskérdés, egyébként nem csak az ellopott pénz tekintetében. Természetesen hiányzik nekünk minden fillér, amit elloptak, de amiatt is, hogy nagyon sokszor a források, még amit nem lopnak el, az sem hasznosul valójában az ország javára, mert eleve úgy alkotják meg a pályázatokat, hogy a lopás lehetőségére optimalizálják az egészet, és azért születnek értelmetlen beruházások, mert a cél nem az, hogy valami hasznos létesüljön, hanem az, hogy ki lehessen lopni belőle a pénzt. És Magyarország az elmúlt 15 évben az ország nem elhanyagolható százalékát beburkolt a viapolorral, mert abból igen könnyen lehet pénzt kiszedni, teszem hozzá, azóta se tanultunk meg rendesen viapolort lerakni. De valójában nem csak az ellopott pénz fáj, hanem az értelmetlenül elköltött pénz, amit mindenféle felesleges beruházásokra költöttek. De ezen túl nem csak a korrupció, hanem általában a gazdaság és társadalom politika rosszul megválasztott céljai is hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország nem tudott olyan felzárkózást produkálni, mint más ország. Viszont a dolognak van egy másik oldala is, és ez az uniós felelősség. És itt nem feltétlenül csak arról van szó, hogy az uniónak jobban kéne ellenőrizni az EU-s pénzeket. Persze, ezen dolgoztam az elmúlt 5 évben. Pont most az utolsó ülésszakon mentek át a javaslataim az OLAF hatásköreinek az erősítésére, hogyan lehetne javítani az európai ellenőrzéseket, a jogállamisági mechanizmus a 2020 utáni költségvetésben szintén benne vannak a javaslataim, ez nagyon fontos. De az igazán fontos az az, hogy valójában itt a kohéziós politika egészének van egy kudarca. Ez a kudarc pedig abban rejlik, hogy kiderült, hogy pusztán a kohéziós politika révén nem lehet felemelni országot. Amíg az egész európai gazdasági és pénzügyi struktúra, a gazdasági kormányzás benne az eurozónában olyan mechanizmusokat üzemeltet, amely tőketranszfer eredményez a perifériális, félperifériális országoktól a magországok felé, ezt a kohéziós politika nem tudja hatékonyan kompenzálni. És hiába tolják bele a körülmény támogatásokat, még ha nem is lopnák előket, de ellopják egyébként, még ha értelmes célokra fordítanák őket, de egyébként nem értelmes célokra fordítják egy jó részüket, akkor sem biztos, hogy a kohéziós politika jelen formájában hatékonyan képes orvosolni azokat a problémákat, amelyeknek mondjuk az állatorvosi rova a Görögország válság utáni helyzete, ahol bizony egész egyszerűen az eurozónának a belső versenyképességi feszültségei vezettek oda, sok egyéb mellett, és mivel nem fogunk itt most a Görögország szemináriumot tartani, mert a Pogli nem látta most éppen valószínűleg örömmel megtenni. Tehát, hogy egész egyszerűen az egész európai gazdasági kormányzást kell átalakítani, és ezért azt gondolom, hogy nekünk nagyon nagy felelősségünk és feladatunk van itthon Magyarországon, egyetértek, hogy állni útjába a gátlástalan intézményesű korrupciónak, teszem hozzá, amit lehetett, én megtettem ebben az ügyben, erőszügy és a többi, ezeket igyekeztem fényderíteni, és jogorvoslatot vagy büntetést is, mert szankciót is mellé társítani, de szükség van arra, hogy a magyar gazdaság és társadalom politika is szakítson azzal a neoliberális, a társadalmi különbségeket növelő irányra, ami jelen pillanatban a Fidesz kormányzásnak a sajátja, de közben szükségünk van arra is, hogy európai parlamenti képviselőként az európai parlamentben igenis ne csak a korrupció ellen lépjünk fel hatékonyan, hanem alkossuk újjá az európai gazdasági kormányzást, mert enélkül a kohéziós politika önmagában még, hogyha a lehető legjobban valósítanak meg, akkor sem lenne képes azokat a különbségeket orvosolni, amik megvannak eredetben az Európai Unióban, és az elmúlt időszakban a válság eredményeképpen nem szűkültek ezek a különbségek, vagy legalábbis nem kellőképpen szűkültek, bizonyos országok jobban teljesítettek ebben az ügyben. Tehát ez a kettős felelősség, ez a kettős feladat, és nekünk magyar képviselőként az a dolgunk, hogy ezt a szempontot megjelenítsük az európai döntéshozatalban, mert helyettünk ezt más nem fogja képviselni. Nem várhatjuk el a belga, a holland, meg a svéd képviselőtől, hogy maguktól jöjjenek rá, hogy itt milyen problémák vannak.
Itt bizony a régiós képviselőknek kell a saját érdekérvényesítésüket megvalósítani, a saját szempontjaikat hatékonyan képviselni, és ezért káros az, amit az Orbánék csinálnak az Európai Unióban, mert az, hogy gyakorlatilag felesleges konfliktusokat szaladnak bele, és ezért nem ülnek ott érdemben a döntéshozatali pontokon, ezzel gyakorlatilag ezt használják a lehetőséget, hogy a magyar érdekeket, a régiós érdekeket hatékonyan érvényesíteni tudják akkor, amikor az új Európa törvényeit meghatározzák. Ezért kellene olyan képviselők, akik képesek ezt hatékonyan és eredményesen megcsinálni. Az idő előre haladta miatt az utolsó kör következik most, és itt rövid választ kérnék mindenkitől arra a kérdésre, hogy az európai parlamenti választáson mit tartana sikernek a saját pártja szempontjából, illetve hogyha két-három mondat nem van, és tényleg nem hosszabban, össze kellene foglalni azt, hogy mivel mozgósítaná a választókat, mi az üzenete a tekintetben, hogy miért menjenek el szavazni az emberek május 26-án, akkor mi lenne ez a két-három mondat? Vágó Gábor. Fölállok, mert túl sokat ültem, nem tudom, hogy a kamerának problémája. Szerintem az igazi kihívás is ebben a választók is szerintem egyre többekig leesik a tantusz, hogy a túlélés. Túlélés, vagy pedig szépen lassan végignézzük azt, hogy Európa ugyanúgy, ahogy a világ egésze, a klímaváltozás miatt elsorvad. Sokkal drágábbak lesznek az élelmiszerek, a gazdaság és a társadalmi különbségek még inkább nőni fognak. Én azt gondolom, hogy ez egyre több embernek nyilvánvaló. És ez a túlélési ösztön az, ami elviszi őket szavazni, hiszen ez egy történelmi választás lesz. Ilyen EP választás, ami ennyire fontos volt, még szerintem nem volt a magyar történetben, de talán az egész EU történetében még csak a 90-es választás lehetett hasonló. Most egy globális krízisre kell azonnali, gyors választ adni, és szerintem ez az, ami mozgósítani fogja a választókat, és azt gondolom, hogy az LMP sikere az a siker, hogyha ezt megfelelőképpen is markánsan kellő számban tudjuk az Erzsébet képviselni. Szerintem, ahogy a korábban is elmondtam, ennek a választásnak az a tétje, hogy Európa képes lesz-e megújulni. Európa képes lesz-e felrúgni a status quo-t, felvenni a versenyt a populistákkal szemben, és képes lesz-e új, más, frissebb és sokszínűbb hangokat is meghallani. A Momentum az Európai Parlamentben is el szeretné vinni a változást. Mi azt szeretnénk, hogy igenis legyenek képviselve a fiatalok, legyenek képviselve a különböző szakmák, legyenek képviselve azok, akik egy talán kicsit máshogyan, frissebben, újszerűbben gondolkodnak a politikáról, és én bízom benne, hogy a Momentum hát legalább egy, de szerintem reálisan kettő képviselőt is tud adni ebbe az Európai Parlamentben. És hát, hogy miért menjünk el szavazni? Azért, mert most van lehetőség egy arányos, igazságos választáson letenni a voksunkat egy európai alternatíva mellett. És hogyha nem mentek el, aki nem megy el szavazni, ahelyett mások szavaznak. Aki nem él a döntéshozatali jogával, az kimarad abból, hogy formálja Európa sorsát. Mert most van lehetőség arra, hogy megválasztjuk azt az Európai Parlamentet, amely keretek közé szorítja Orbán Viktor, és amely képes lesz leszámolni a korrupcióval. És arra kérek mindenkit, hogy vegye ki a részét ebben, szavazzunk a változásra, és szavazzunk egy jobb, boldogabb, és mindenki számára elérhető, tisztességesebb Európára. Én is úgy gondolom, hogy a következő 5 évben fog eldőlni az, a következő parlamenti ciklusban, hogy Európa elindul-e az egyre erősödő, ebből a színes nemzetek, népek szövetségéből egy ilyen erős, hatékony és továbbra is nagyon színes és erős nemzetek szövetségéből képesek leszünk-e megépíteni azt az Európai Egyesült Államokat, amely képes a saját polgárait is megvédeni, nem csak
a nemzetközi kihívásoktól, hanem adott esetben a saját kormányoktól is. Csak egy ilyen erős Európa fog gazdagabb Magyarországot is eredményezni. Csak egy ilyen erős Európa fog szabadabb Magyarországot eredményezni. És miért kell elmenni szavazni? Azért, mert az Európai Unión kívül nincs élet. Márpedig, hogyha Orbán győz, akkor mi gyorsan az Európai Unión kívül találhatjuk magunkat. Sikernek mit tekintenék? Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt a MSZP párbeszéd listája legalább 3 mandátumot szerezzen, lehet még ennél is többet. De én nagyon fontosnak tartom, hogy számomra az igazi siker az ellenzék együttes teljesítmény. Tehát valójában bezsebelhettünk mi 4-5 mandátumot is, aközben az ellenzék összeomlik, és a Fidesz 14-15 mandátumot tesz szert, akkor valójában ott állunk, ahol a parca van. Tehát miközben természetes, hogy az MSZP párbeszéd pártszövetség szeretné a lehető legtöbb mandátumot megszerezni ezen a választáson, én mindig szem előtt tartom azt, hogy a nagyobb képet nézve az ellenzék közös erőszereplése az elemi érdekünk, és ezért valójában mindannyiunknak az érdek, hogy a többiek is sikeresek legyenek ezen a választáson. Részben azért, mert ezzel meg tudnánk fordítani a trendet itthon, meg el tudnánk parancsolni a Fidesz előretörésének. Egy olyan eredményt tudnánk elérni, amivel rá tudunk fordulni az őszi önkormányzati választásra, hogy ott aztán faluról falura, városról városra szerezzük vissza ezt az országot a Fidesztől és Orbán Viktortól, de ehhez csak a közös siker viszel minket. De azért is fontos ez a siker, mert Európában egyetértek, a következő években kulcsfontosságú döntések fognak születni, és nem csak azért fontos, hogy sikert érjünk el és jó eredményeket érjünk el, hogy ott üljünk ezeknél a döntéseknél, és elmondjuk a magyar véleményt, a magyar érdekeket és a magyar szempontokat, hanem hogy Európát ne csak erősebbé, hanem jobbá is. Igazságosabbá, hatékonyabbá, fenntarthatóbbá, egy olyan Európában, ami sokkal hatékonyabban képes szembenézni azokkal a feladatokkal, amik előttünk állnak, ehhez pedig szükség van ránk, és szükség van minden Európán iránt elkötelezett közöttes kereteket. Én azt tartanám sikernek, hogyha magas lenne a részvétel a választáson, ugyanis az egy legitimációs alap, az Európai Uniónak a közös sikere lehetne, és nekem nem az a siker, hogyha a Jobbik 4 mandátumot szerez, akárhányat, és nem az a sikertelenség, hogyha a 3-at, hanem az, hogyha az Európai Ügy, az Európai Uniós választáson a részvétel az alacsony. Az egy sikertelenség. Az egy sikertelenség. Úgyhogy közös felelősségünk talán ebben is áll, hogy a lehető legtöbben menjenek el, adják meg a legitimációt, bármi is lesz az eredmény, természetesen a párt szintjén, illetve a pártok szintjén mindenki a saját eredménynek tud a legjobban örülni, és az előrelépésnek, a töretlen fejlődésnek örül, de az Európai Ügy, illetve a legitimáció fontossága a legnagyobb siker. Mi a magunk részéről pedig azon dolgozunk, hogy egy olyan Magyarországot, tehát olyan Európát csináljunk, és az a mi víziunk és az a mi programunk, amelyben egy szabad Magyarország és egy biztonságos Európa van, mi ezt kérjük a választók támogatását, és abban reménykedünk, hogy ez egy sikeres és mindenki számára vonzó program lesz. Így, tehát mi így készülünk a sikerre. És ezzel a vita által moderált részének végére értünk. Átadom a szót a Pogács Zoltánnak, és a közönség kérdéseinek még így egy kis teret nyújtani. Köszönöm szépen András a moderálást, és köszönöm az eddigi beszélgetést. Eléggé megcsúsztunk az időben, de mivel ez egy közbeszélgetés, nem mehetünk el, hogy a közönség ne kérdezhessen. Két női és két férfi kérdést fogok összegyűjteni, és legyenek rövidek a kérdések. Nőkkel kezdjünk. Elhangzott két dolog, amiben aztán mindenki egyetértett. Az egyik az, hogy komoly tétje van az európai parlamenti választásoknak, a másik pedig az, hogy fontos a vízkétel, és fontos az, hogy az ellenzéki pártok közösen is sikeresek legyenek. Én csak annyit szeretnék kérdezni röviden, hogy nem luxus-e az, hogy
hagyunk esélyt az elvesző tünedékszavazatoknak, és hogy nem lehetett egy közös ellenzéki listát felállítani. Köszönjük. Egy férfi kérdező középen. Köszönöm a lehetőséget. Én a levőt az Európa 5%-ával párka vagyok, és a kérdésem az, hogy elhangzott három olyan dolog, aminek sekülesnek farka. Az egyik az, hogy minimálbér, Európa egység és minimálbér, ezt tudjuk jól, hogy inflációt és munkanélküliséget generál. A másik a vagyoni, társadalmi vagyoni egyenlőtlenségnek a kérdése. Erről tudjuk jól, hogy az innováció terjeszti azáltal, hogy nő a kínálati variancia, és az elmúlt 30 évben 1 milliárd fővel csökkent a szegények száma szerte a világon a kapitalizmus hatására. A harmadik pedig, hogy volt egy olyan lehetőségük, egy közmény kutatás, hogy a környezet a fontosabb, vagy a gazdaság, mikor tudjuk jól Ausztrália példáján, hogy a magántulajdon erősítése az, ami megúvja a környezetet, tehát ugyancsak itt egy antikapitalista dolog hangzott el. Csak kérdésem az, hogy meddig fogják úgy tenni, hogy ezek a kérdések, vagy az állam szerepét erősíteni, az adókat erősíteni, miközben Magyarországon 52%-os az újraelosztás, meddig fognak másról beszélni, és nem a lényegről, azt, hogy Magyarországon a korrupció oka az állam. Meddig fognak úgy tenni, hogy nem rendszerszintű a probléma. Köszönjük. Női kérdés. Női kérdés. Megyek oda előre. Hoppá, hogy megyek előre. Jábor Benedek képviselőtől, hogy nagyon kicsit, nagyon örülve ismertetjük az európai polgárokat, menetjük, nem küzdjük, nem küzdjük az emberek, és azt mondjuk, hogy szavazni menjük, tegyünk is, de nem tudjuk a működésével, nem érzik az emberek a pontosággal, sokkal kevésbé, mint az önkormányzati választásokkal, és ezt szeretnék, hogy hirtessék. Köszönöm. Köszönöm szépen, és meg egy utolsó férfi kérdés. Köszönöm a lehetőséget. Én rendelkozni Gáspár István vagyok, egy budapesti autóipari cég szakszervezeti titkára, és ez egy kicsit utalok is a kérdésemre. Annyit azért szeretnék hozzá fűzni még a panel beszélgetéshez, hogy a részvétel az úgy gondolom, hogy nagyban az önök eddigi munkáját fogja minősíteni. Sajnos csak a passzivitás, ami várható, és önök is megemlítették, ez sajnos az emberek kiábrándultságát jelzi a politikában, vagy a politikával kapcsolatosan. A kérdésem az lenne a Momentum jelöltjéhez, hogy miért támogatják Magyarországon a szakszervezeteket, ha Franciaországban a munkásokat nyúzó Macronnal és pártjával barátkoznak. Köszönöm. Köszönjük szépen. Volt még kérdés. Hát kik szeretne? Ugye azt hiszem, hogy két párt meg is volt szólítva, szerintem kezdjük azzal a kettővel. Katalin. Ott van mi? Kaptam egy személyes kérdést, akkor azzal kezdeném. Nem gondolom azt, hogy a Momentum szimbiózisban élne az Anmással Macron pártjával. Valóban vannak olyan európai ügyek, amiben szerintem fontos problémákat vet fel Emmanuel Macron. Én is hiszek az európai reformban, amiről ő például beszélt. Ez nem jelenti azt, hogy az ő belpolitikai intézkedéseivel 100%-ban egyetértenénk, sőt, nem értek egyet azzal például, ahogyan kezelték a tüntetéseket. Nem értek egyet sok olyan kérdésben sem, ami az ő belpolitikai fellépését illeti, de nem is az én tisztem megítélni az ő munkáját, tekintve, hogy én egy magyar választó vagyok, ő meg egy francia elnök. Amit a Momentum részéről tudok mondani, hogy mi ott voltunk az őszi és téli rabszolgatörvény ellenes tüntetéseken. Szerintem azért talán nem lehet rám panasz ebben, ott voltunk az első sorokban, sok más pártal együtt, persze közösen. Mi támogatjuk azt, hogy a magyar munkások igenis álljanak ki a
igazságtalan munkatörvénykönyvével szemben érvényesítsenek érdeket, és inspirálódjanak azokból a jó példákból, amiket az elmúlt hónapok során láthattunk, hogy amikor összeszedjük magunkat, és tényleg csoportosan egységben fellépünk, akkor el lehet érni változást még akár a kormánnyal szemben is, amely szerintem a magyar munkavállalókat odadobta gyakorlatilag a külföldi multiknak, azért, hogy az anyaországuk vezető pártjai elpiszkálják az ő különböző kétes jogállamisági lépéseiket az EU-ban. Tehát ez a válasz erre a kérdés, ami nekem szólt. Akkor hagyjuk meg, bocsánat, az időt, már kevés az időt. Köszönjük szépen, Katalin. Benedek, hogyha... Igen, hát a közöbben nekem címzett kérdés az Európai Parlament működése. Szerintem erről külön szívesen mesélek, hogy hogy működik az Európai Parlament. Itt csak nagyon röviden arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy bármennyire is sokan azt gondolják, hogy az Európai Parlament az, ami távoli tőlük független dolog, ami az ő életüket nem is befolyásolja, hát dehogy nem. Azok a irányelvek, amelyeket elfogadunk az Európai Parlamentben, azok a mindennapi életünket befolyásolni fogják. Egyébként nagyon sok esetben hozzásegítenek minket a magasabb életnívóhoz, a biztonságos környezethez, ivóvízminőség, levegőminőség, élelmiszerbiztonság, környezeti szabályozó, és a többi, rengeteg területen a mindennapi, a közvetlen mindennapi életünket befolyásolják ennek a szabályok. Tehát, hogy milyen szabályokat fogadunk el az Európai Parlamentben, az nem csak a brüsszeli bürokratákat érinti, hanem a minden egyes magyar állampolgár mindennapi életét alapvetően befolyásolják. A magyar környezeti joganyag, ami ma hatályos Magyarországon, ennek a 90%-a Európai Unió szabályoknak az átvétele. Tehát egész egyszerűen ez ilyen közvetlenül hat ránk. Amúgy frakciókban működik az Európai Parlament, és egy dolgot még ezzel kapcsolatban hadd mondjak el, hogy ami nagyon különbözik a nemzeti parlamentektől, hogy senkinek nincs többsége. Nincs olyan párt vagy frakció, amelyik önmagában többséget tud alkotni az Európai Parlamentben. Hát az Európai Parlament működése alapvetően azon múlik, hogy ki tud működőképes koalíciókat, kompromisszumokat létrehozni. A kompromisszumok és a koalíciók is művészete a politika az Európai Parlamentben. Hozzám ez személyesen egyébként sokkal közelebb áll, mint az, amit Magyarországon hívnak politikának, de egy teljesen más típusú működésmódot van maga után. Muszáj válaszolnom itt még a másik két kérdésre. Az egyik, hogy luxus-e a széttöredezett pártstruktúra, amiben nekifutunk az EP választásnak. Közismert, hogy én tettem javaslatot arra, hogy a pártok egy közös európai listán, az ellenzéki pártok közös európai listát alkossanak, a közös Európa kezdeményezéssel neves, jobb és baloldali közéleti személyiségek részvételével. A pártok úgy döntöttek, hogy ezt nem szeretnék. Szívük joga, így döntöttek, szerintem ez most már egy adottság, a jelenlegi helyzetből kell megpróbálni kihozni a maximumot. És végül, amit elhangzott, minimálbér meg környezet, hát ezek azért legalábbis némi érvelést igénylő állítások, tehát az, hogy a magántulajdon a környezet hasznára válna, ezt azért még nem nagyon sikerült szerintem érdemben bebizonyítani, az ellenkezőjét annál inkább. Tehát úgy tűnik, hogy az ellenőrzés, szabályozás és kontroll nélküli piaci mechanizmusok és magántulajdon kifejezetten a közlekedők tragédiáját, a környezeti közjavaknak a pusztulását hozzák magukkal. Ausztrália egyébként kiváló példa erre. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy evidencia, hogy szükség van szabályozásokra. Egyébként a 2008-as válságnak ez az egyik legnagyobb tanulsága, hogy nem lehet a piaci mechanizmusokat elengedni kontroll nélkül, nem csak a környezetet pusztítja, a társadalmainkat is szétviszi. Egyébként, hogy ne valami méregzöld közgazdászt idézek, a mai Financial Times-ban, tehát nem az új egyenlőségben jelent meg ez a cím. Szerintem nem az észak-koreai kommunista pártokja vagy. Szóval a Financial Times-ban jelent meg egy hosszú cikk, amiben az amerikai vezető pénzügyi cégeknek a top menedzserei értekeznek arról, hogy az a corporate capitalism, tehát ez a nagyvállalati kapitalizmus, ez lényegében megbukott, és olyan társadalmi feszültségeket eredményez, amelyek az egész rendszert önmagát számolják föl. Az egyik ilyen top manager konkrétan úgy fogalmaz, hogy ha a vasvilla és az adózás között lehet választani, akkor inkább az adózást választjuk, és szerintem ez nagyon igaz. Köszönöm szépen, Gábor és Gáborral láttam, hogy szeretnének hozzászólni, vagy Gábor rosszul láttam? Csak ezt a gondolatmenetet egy kicsit fog.
De persze Klárának adjuk meg a lehetőséget, és megkapod utána. Én is ezt a gondolatmenetet folytatom, de akkor környezetvédelmi részt átadom. Én leszek az utolsó, aki adott esetben akár antikapitalista vagy szabadkereskedelem ellenes lózungokat mondana, mert egyébként hiszek a szabad piacban. De azt pontosan kell látni, hogy az elmúlt 30 évben miközben tényes való, hogy éhínségek szűntek meg, és tényleg milliárd ember lett olyan életkörülmények közé, vagy olyan életkörülménye, amitől gyakorlatilag az éhenhalástól mentették meg, aközben azt is látjuk, hogy különösen a centrum országaiban nem igaz az az állítás, amit annó még én is tanultam a Közgazdaságtudományi Egyetemen, hogy majd az innovatív, gyorsan pörgő és fejlődő gazdaság lecsorog a legszegényebbek szintjére. Az elmúlt 30 évben olyan drámai társadalmi különbségek alakultak ki, a legfelső 10% és különösen az felső 1% az Egyesült Államokban és Európában olyan jövedelem és vagyonkoncentrációt vitt véghez, amit nem indokolt teljesítmény. Nem igaz az az állítás, hogy önmagában csak a tőkének a profitja az, ami majd innovációba fordítódik. Az elmúlt 15 évben saját osztalékvásárlás, vagy saját részvényvásárlás és osztalékfizetésre a Fortune Top 500, ugye ezek a legnagyobb cégek, többet fordítottak, mint innovációra. Ráadásul egyébként a legnagyobb innovatív programok, lásd iPhone például, az is egyébként részben állami finanszírozású programokon keresztül indult el. Tehát véget kell vetni annak a szemléletnek, hogy van a magánszektor, ami megtermeli a gazdagságot, amit aztán a gonosz állami szektor elkölt mindenféle ostobaságra, mint oktatás, egészségügy és szociálpolitika, hanem ez egy közös szimbiózist kell, hogy alkosson. Az államnak nagyon fontos értékteremtő szerepe van az oktatásban, az egészségügyben, a szociális szférában. Csak ezekkel együttműködve lehet egy normális világot felépíteni. Ha így megyünk tovább, egyébként tényleg vasvilla lesz a vége. Megint mondom, a szabályaink arra a részvénytársaságra vonatkoztak, amit megalapított, nem tudom én, Mr. Brown, majd a családjával együtt 100-150 évig tulajdonolta. Ma egy részvénytársaság tulajdonosa egy napig tulajdonos. Egy napig van, amikor 2-3 percig tulajdonos annak a részvénynek a globális piacon. Értelemszerűen nem a hosszú távú gondolkodás az, ami őt motiválja, hanem a gyors árfolyam, a gyors piaci haszonszerzés. Ugyanez a motivációs rendszere a nagyvállalati menedzsmentnek is, hiszen őt a részvényesek fogják majd fizetni. Muszáj ezt az egész világot újra gondolnunk, és ebben muszáj néha tabukat is döntögetnünk. Mondom ezt én, mint egy erősen szabad kereskedelem és szabad piac hívő ember. Csak látni kell a másik oldalát. Tönkre mennek emberek milliói. Nagyon röviden csak annyi, hogy ez pont aktuális a szabadkereskedelem kérdése, hiszen megint kinyíltak a TTIP-i tárgyalások, tehát az Észak-Atlanti kereskedelmi együttműködés, és hogy nagyon örülnék, hogyha ugyanezzel a hívvel Klára szintén kiállna például az ellen, ami ellen az LMP volt az egyedüli magyarországi párt, amikor kiálltunk, hogy a nagyvállalatok külön bíróságokra tudjanak menni különböző tagállamokkal szemben. Tehát az tényleg abszurd, én ott voltam Verespatakon a bányaberuházásnál, Bence is volt, toltunk ott páran, hogy a kanadai cég a román államot perli, csak azért, mert elmaradt a profitja, és ugyanezt megcsinálják majd a nagyvállalatok itt. Ez tényleg abszurd, hogy Mark Zuckerberg óriási buborékja, az már többet tud rólam, mint a barátnő. Tehát, de nem azért, egyszerűen ezek a big data korokban, a big data korában egyszerűen az, hogy milyen az ízlésem, vagy melyik kosárcsapatnak szurkolok, az ott van Mark Zuckerbergnél. És ezekkel az adatokkal ő rendelkezik. Ő szabályozza azt, hogy mi jelenik meg rólunk a Facebookon. És ezek a vállalati túlhatalmak, ezek hozzák a késői kapitalista rendszernek a leghordozzák magukban a legnagyobb kockázatát. És ne tekintsünk már úgy az államra, hogy az alapvetően rossz. Az állam olyan, mint amilyen képviselőket küldtünk oda, hogy az államot működtessék. És igenis, az Európai Parlament is olyan lesz, amilyen képviselőket küldünk oda.
az Európai Unió is olyan lesz, amilyen mi tesszük. És ez a fontos az egész mozgósítási kérdésben, hogy érezzük magunkénak. Ez nem valami felünk felett történő dolog. Köszönöm. László, az előbb a Katalinba belefolytottam a szót, ha akarsz még ezekre a másik kérdésekre a végén, ha nem, csak... Egyetlen egy reagálás, hogy hangozik el olyan is, ami kérdés is volt, és arra a válasz. Ugye ez minimál bér, illetve a minimum, illetve minimál nyugdíjakkal kapcsolatos. Tehát addig, amíg ilyen jövedelmi különbségek vannak az Európai Unión belül, szerintem addig teljesen felesleges arról beszélni, hogy ez milyen összegben határozna, hogy meghatározhatatlan. Ha sikerül egymáshoz közelíteni a jövedelmi viszonyokat, a gazdasági viszonyokat, akkor el lehet gondolkozni rajta, hogy miként lehet ezt megoldani, de szerintem addig is ez a Jobbik álláspontja, addig ez idő előtti nem, egyáltalán nem hozna sem igazságos, sem méltányos, és szerintem egyáltalán nem hozna életszerű megoldást. Azon kell javítani, hogy a jövedelmi és a gazdasági viszonyok legyenek közelebb egymáshoz, és ezután léphetünk a következő lépésre. Köszönöm, Katalin. Egy gyors reakciót szerettem volna a hölgy kérdésére, tudom, hogy nem nekem célozta, de szerintem pont ez a kérdés mutatja azt, hogy miért kell teljes mértékben megváltoztatnunk azt, ahogyan politikát csinálunk. Mert az Európai Parlament valóban szerintem az egyik legfontosabb testület, ami létezik egy európai ember életében. És nekünk úgy kell dolgoznunk a következő 5 év során, hogy egyértelmű, átlátható legyen az, hogy mit csinálunk, hogy miért csinálunk, hogy Európa az állampolgárokért dolgozik, és az európai politikusok is azokért dolgoznak, akik megválasztották őket. Hogy egyértelmű legyen az, hogy mi a magyar emberek érdekeit képviseljük Európában, Magyarország hangjai Európában, és Európa hangjai Magyarországon. Úgy, hogy ezt mindenki lássa. És én csak annyit szeretnék mondani zárszóként, hogy én ezért szeretnék dolgozni, hogy valóban demokratikus, átlátható és emberközi legyen az Európai Parlament, hiszen ez közös érdekünk, mert csak így nem tudják kimosni az agyunkat a populisták. Tudással harcoljunk a gyűlölet ellen. Köszönjük szépen. Én most nem fogok zárszót mondani, mert így is elment az idő, csak azt mondom, hogy egyrészt livestreamelték egy csomóan, amit köszönünk szépen a sajtónak, meg hogy közvetítették. Mi is felvettük, mi is ki fogjuk rakni az Új Egyenlőség oldalára. Mindenkit kérek, akinek tetszett vagy informatívnak találta, hogy ossza meg, ahogy a többi anyagainkat is kérjük, hogy osszák meg. Az eddigi közbeszélgetések is mind föl vannak, tehát az összerakva a YouTube csatornánkra is, és az Új Egyenlőségre is. Tehát minden téma, a robotok, Kína, a szociáldemokrácia, a szakszervezetek, zöld kérdések, minden nők, minden ott van fent, tessék megnézni, és tessék megosztani. Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan eljöttek itt élőben is a mai beszélgetésre. Köszönjük mindenkinek, aki nézte. Köszönjük Gábor Péternek a szervezést. És hát leginkább köszönjük a vendégeinknek, Vágó Gábornak, Lukács László Györgynek, Gábor Benedeknek, Dobra Klárának, Cseh Katalinnak, és köszönöm szépen Bíró Nagy Andrásnak a moderálást. Szerintem most mindenkinek megköszöntem minden. Köszönjük szépen, jó éjszakát!